Valamikor van amikor meg nem. Igen. Most például bug. Aha. Ö, 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 közelebb kerültem hozzá. Jó, figyelj, levettem ilyen zöldbe a izét, a, a capture úgyhogy... Teljesen jó vagy. Figyelj, Marca, kezdjük el. Igen. Akkor szünettel is szarakodjunk. De, szarakodjál, mert de én fogom vágni, de nem fogok csinálni semmit a szünettel, ha csak valami egészen nagy tragédia nincsen. Jó, de akkor éppen ezért csináljunk szünetet, jó? Jó, csináljunk. Akkor. Három Kettő egy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt az Élt egy olvasó podcast, Mészáros Márton és Neszlás Sándor irodalmi beszélgetős műsora. Én Neszlás Sándor vagyok. Én pedig Mészáros Márton. Hát kiemelt és kitüntetett és nagy-nagy uh, hálával és szeretettel köszöntjük uh, hallgatóinkat, Kitartó a hallgatóinkat, a kita kitartó hallgatóinkat akik, még, akik még hisznek bennünk, itt vagyunk. <laughs> és ne, nem kezdünk el panaszkodni azon, hogy ez hanyadik nekifutása ennek a. De ennek kezdjünk a el. Szerintem ez ötödik vagy hatodik? Hát az biztos, hogy egyszer megpróbáltuk fölvenni, amikor én Pozsonyban voltam. Igen. Azért ez egy vicces, hogy én fölírtam magamnak, hogy hány napja tölt ki a, a, a. mikor támadta meg a Oroszország Ukrajnát, az 805 napja volt, és most megpróbáltuk 859. napon, akkor is sikerült, mert valami üzé volt, és most szerintem most már ilyen 861-nél járunk körülbelül. Igen, úgy, de a, a maiba is volt, vagy három kunkor még? Hát ezt azt már meg sem említem, azt nem ö... nem, igen, Na, ö most egy kicsit ilyen stratégiai döntést kell hoznunk, Marca, hogy kezdjünk el egyből beszélgetni Rideg Sándor Indul a Bakterház című könyvéről, vagy csináljunk egy dupla adást, aminek az első felében kicsit dumálunk, és nem tudom, melyik a fontos. Én, attól tartok, én... hogy a Rideg Sándor regényről olyan baromi sokat nem fogunk tudni beszélni, úgyhogy szerintem beszélgessünk nyugodtan. Emberi na, dolgokról. Na, emberi dolgokról. Akkor szerintem, akkor csináljuk azt, hogy akkor ez a podcast adásunk, amúgy külön meg kellett néznem, ez a 33. adás, nyilván jubileumi, emiatt, hogy Krisztusi, így végre... Krisztusi a, na, korba léptünk a nagy, nagy, csend után ismét itt vagyunk, hogy... A nagy csend, ezt úgy fogják emlegetni Oda, a, 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 a nagy a nagy csend. Na a figyelj, akkor, én, akkor így, én, felírtam dolgokat, elkezdem ezeket sorolni, de tényleg, mint hogy egy másik univerzumba csöppentünk volna. Hát kezdjük a, hát a legszomorúbb, hogy meghalt Szilágy István. Hát sajnos, úgyhogy hát szerintem E, tenni, csak, annyit tudok, csak, annyit tudok, mondani, hogy aki tudja, az olvas el újra. A kőhulapadók útban, mert az egy, az egy csodálatos szöveg. Meg a időt is. Azt is, meg bármit, amit Szilágy István írt, mert egy nagyszerű író, úgyhogy... Hát ez Na, nagy, író. Nagy, nagy író. Nagy, nagy író. Úgyhogy, hát békében. Így, így, így van. De hogyha már említettünk uh, egy könyvet, akkor említenék én még egyet, mert te biztos nem fogod. Ez pedig az Álom anyaga, tanulmányok Oravec a Rögg egy című regény trilógiájáról. A Senkinek nem javaslom semmi. De nem, én, én, én javaslom, az könyvszerzői Mészáros Márton és Pataki Viktor, és ezt még valamikor februárban mutatták be? Hanság Elgi volt, aki bemutatta a könyvet, akkor mutattuk be. Marca, dicsérde kicsit a saját lovadat. Mit kell tudni erről a könyvről? Semmit senki ne olvassa, emberi fogyasztása alkalmatlan, ö, irodalmároknak vizsgá, vizsgára készüléshez jó szívvel javaslom. Hát Marcos, te lebecsülöd a mi hallgatóinkkal. <hállt> itt, <hállt> uh, itt, szerintem, itt szerintem most uh, nem lennék a kiadó helyébe, mert szerintem amint ez <hállt> a podcast élesedik, hallja, akkor végünk lesz. Tehát, hogy, 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 hogy ugye ez az Or Oravec regény trilógiáról szól, ami egy ilyen nagy emlékmű szajlának, vagy szajláról, és, és erről ez, ez iránt rajongunk Pataki Viktor barátommal, kollégámmal, közösen, és, és erről sokat szoktunk írni, és akkor most összeszedtük az erről írt ő cikkeinket, tanulmányainkat, itt elsősorban nem is csak irodalmi, hanem, hanem kultúratudományi nézőpontból vizsgáltuk ezt a dolgot. Én csak annyit tudok személyesen mondani, én, én amiben belolvastam, az szerintem tök izgalmas, és én azt gondolom, hogy emberi fogyasztásra is nyugodtan a, a, a használható, úgyhogy e, 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 ne, nem igazán a, dicsérte... Nagyon megtört emberek számára, vagy nagyon kétségbeesett olvasók számára végszükségben. Ne, nem, én, én azt gondolom, hogy az, az, akit érdekel az irodalom, és szereték kicsit az irodalomról gondolkozni, azt szerintem mindig izgalmas elolvasni olyan embereknek a véleményét, vagy meglátásait, ami nem biztos, hogy nekünk eszünkbe jutna. Értelemszerűen van egy nyelv, amit át kell tudni ugrani, meg kell tudni ugrani, de szerintem ez is ugyanúgy ja, izgalmas. Mint... Szerintem sokat klasszicizálódtunk Viktorral, tehát hogy a, hogyha megnézed a végén, már ilyen egészen olvasható cikkeket írtunk vagy részletek vannak a könyvben, tehát hogy... Hát szinten... én azt gondolom, hogy akkor ti a bulvárosodás irányába eljöhetetek, úgyhogy <laughs> mint, hamarosan mint a nőkapja hasábjain Á, várhatjuk az... a jó kis... Igen, óravetzelemzéseket. Igen, igen, igen. Az, az úgy jó. De hogy amúgy tatt, ezt igen, ajánljuk igen. mindenkinek ezt a könyvet, tehát, hogy, hogy már mint ezt a trilógiát, tehát én főleg az Okontrit azt annyira nem kedvelem, de, a, de a, az Gödrét és a kaliforniai fűrjet Igen, az igen ezt mindenféleképpen szeretem. Az, az. Még hogyha iszonyatosan is tetszik neked, iszonyatosan ajánljuk mindenkinek. Hát ez figyelj, mert, okay. mert az ember úgy beszél, hogy beszél. Jó, van, hát a nyelv az már csak ilyen. Ja, ja, Szeret ja. szörnyűködni. De akkor szörnyűködjünk tovább, uh, csak így ilyen neveket mondok. En Katalin, Kuka. V. Judith, Kuka. K. Endre, V. János, hát uh, nem mondom, hogy a kurva nyugtat, de az. Uh, Ezt ez, ez hogy fogom kivágni, Sanya, szerintet? Uh, ne vágjam hát, ki? Így, Jó. Hát no, ne. Nem, rögz, rögzítsük. Tehát azért, azért rögzítsük, hogy mi történik ebben az országban. Tehát, hogy két podcast adás között így fejeteterél minden, és amikor azt gondolnád, hogy már nem lehet lejjebb, lejjebb kerülni, akkor Na, még Mindig csak lehet, lehet mindig, lehet. Ezt, Mind, mindig ez, ez, lehet. Ez ilyen állandó tapasztalatunk. Ez az egy biztos, hogy mindig van egyen lejjebb. E, igen. Igen. De azért van följebb is, például futball-európa-bajnokság, azért kint van a magyar csapat, azért ezt szerintem rögzítsük, hogy ez kint egy jó dolog. E, ez, ez, ez jó, ez jó, jó volt, és, és nem is volt, nem volt kellemetlen nézni, bizonyos periódusaiban, bizonyos mérkőzéseknek kifejezetten jó volt nézni. Na Hát igen, ahol meg a valóság ott bekopogtatott az ajtok, az hát, meg bekopogtatott. De hát az, az mindig fáj. Viszont az az, a, viszont az az utolsó másodpercekben lőtt gól, az, az, azt az nem fogunk az, elfelejteni. Az, az úgy jó sajnos el fogjuk felejteni a Google Podcast alkalmazást, az is megszűnt. Az, az, De... a, na én attól ideges vagyok amúgy, mert... Hát mert én igazán, azóta nem hallgatok podcastot. Igazán, igazán jót nem találtam helyette, illetve egyet találtam, azt lehet, hogy akkor beajánlom most itt a... Na akkor ezt beírjuk az szolgálti a... közleménybe. Pocket Cast az a neve. És az, az ilyen hasonlóan működik, és és ilyen, ugye itt például, például ez egy nehézség, hogy a bizonyos ilyen előfizetős podcastoknak a a, 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 linkjeit azt nehéz beilleszteni más alkalmazásokba, és ebben meg tök jól működik, tehát hogy ez egy... Na, ezt jó, hogy mondod, mert én, én gyakorlatilag amióta ez megszült, az a neve, én... sokkal aha. kevésbé kényelmes, mint a Google Podcast volt, de, de egy használható. Alternatív. Én például a Spotify-t kezdtem el, csak ugye a Spotify az, az minden áron föl akar érni a telefonba a azt, ön... hogy bármilyen NPR-t akarsz hallgatni, és akkor nem tudod a, a régi lejátszómat használni, úgyhogy ja, én ja, szintem. Ja, Ugyanígy ja, jártam a Google-nek a, a, a YouTube mi... Music, vagy. You... YouTube, mi, valami, music, music, aha, vagy igen, itt, de A YouTube szerűen működik, és használhatatlan. YouTube uh, Music az a neve. Igen. Ugye ez, ezért nyírták ki a, a Google Podcastot, hogy efelé e, e tereljék a hallgatókat, hát, de hát nem sikerült. De engem hát, legalábbis. Hát engem sem. Na, Marcos, uh -huh. én azt hittem, hogy itt idő órákig fogunk beszélni, de még az a kérdés, hogy neked mi eszed be az elmúlt hónapokról, hetekről? Ne, amik... Én nem akarok róla beszélni. Hát, olvastál valami jót? Hát figyelj, írók sanya az az igazság, hogy rengeteg jót olvastam, de főleg Kovács András Ferenc verseket olvastam. Ö, és az mondjuk annál kevés, kevés jobb dolog van, úgyhogy erre biztatok mindenkit, hogy olvasson Kovács András Ferenc verseket. Hát kafot olvasni az mindig jó. De Ura. de ilyen Aha. prózát, vagy ilyesmit saját, Aha. Úgymond, saját szórakoztatásomra nem nagyon olvastam mást, mert éjjel-nappal ebben vagyok most. Hát akkor te is úgy vagy, mint vannak egyes költők, hogy nem bírják végigírni a sorokat, akkor olyan olvasóvá kezdesz válni, aki nem bír végigolvasni egy teljes sort. Ennél foglalkozunk költők. megfejtetted, hogy a, a, lírakutatók azok azért csinálják, mert lusták végigolvasni a sort. Nem, de szerintem energia. sokkal, kevesebb energia. Tehát nem kell annyit olvasni. ennyi, ennyi. Tök jó, tök jó megfejtés. Hát szerinted a költők azok miért írnak ilyen rövid cuccokat? Hát, nem, nem hát, hát te Ejj. hogy is? Hát, nekik úgy van, úgy van beállva a kezük, hogy egyszerűen nem bírják tovább írni a sorokat, úgyhogy az úgy nehezen megy. Ja, ja, ja. B bölcs vagy, Sanya. A, id ja, hosszú idő alatt, amíg, amíg nem podcasteltünk, megbölcsültél. Mesélj egy Akkor... pár szót azért Pozsonyról, hogy te viszont, te viszont ugye Pozsonyban voltál egy ilyen íróprogram keretében, hogy ez, ez, mi volt, vagy, vagy, vagy hogy működik ez? Hogy a... magad? Na, nagyon jó volt, így röviden nagyon-nagyon jó, a hosszabban még annál is jobban. Én a Visegrádi, van ez a Visegrádi Író Residency Program, annak voltam a, a tavaszi 6-7-es ösztöndiával Pozsonyban. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy voltunk négyen, egy egy szlovák, egy cseh, egy lengyel, meg egy magyar író, és akkor mi ott voltunk egy ilyen hostelben. Ismerted és korá őket korábban? És egy, egy hostelben laktatok? Egy hostelben laktunk, de mindenki annyira más ritmusban uh, működött, hogy, uh, hogy igazából... Uh, tehát úgy kell elképzelni, hogy mindig van egy szervező, és egy fogadó intézet, ez most a Pozsonyi Irodalmi Centrum volt, ez a Szlovák Irodalmi Centrum volt, és akkor ott a Mónika Nagyova volt az, aki aki úgymond pesztrált minket, aki az ő, idegen vezetőnk volt, de tényleg, hogyha kértett, hogy szeretnék kinyomtatni valamit a körül, azt elintézte, elintézték nekünk azt, hogy a pozsonyi rádióépülete az egy ilyen fordított piramis, azt nem tudom, hogy látta, látta e annak Ismerem a képét, vagy ismered az, épület, ideged, ismer, ismeret a, az épületet? Nagyon bizarr. Látmány. Nagyon bizarr. Ez a 70-es éveknek a mérnöki precizitását és nagyságát akarta bemutatni. Uh, azt hiszem, erre mondják, hogy brutalista? De azt én nem, nem tudom, azt nem pont tudom, pont ez de készülés. olyan szerencsénk volt, hogy az a irodalmi centrumnak, amúgy aki a külföldi uh, irodalmi támogatási programot vezeti, a Dadó nagy, uh, ő, ő, ő a ő újság, stb, az műsorvezető, és ő bevitt minket uh, utolsó este, és hát az egy nagyon ér érdekes volt. Eleve ez egy olyan épület, hogy a, nagyon sok kiadón, és nagyon sok uh, rádiónak ott van a stúdiója, meg az irodája. És akkor így ez egy hatalmas nagy épület belülről is uh, impozás. van, akik ott termesztik mondjuk a, a csili paprikájukat, de, de, de hogy találsz a... mondjuk, találsz mondjuk. De, de ért, mi vannak el? ilyen ilyen, ilyen kertek ott benne? De uh, hogy... egy rengeteg virág, és akkor valaki ott <sukl> a <kezdté sukl> termeszti a csiliét, de mondjuk nem biztos, hogy ez a legfontosabb tényállapot Pozsonyról, hanem mind inkább azt, azt emelném ki, hogy egy uh, nagyon élhető város. Uh, nagyon kényelmes, nem nagy, a tömegközlekedés nagyon szuper, a tájékoztatás tök jó, és én nagyon jól éreztem magam, és végre azt tudtam csinálni, amit szeretek, hogy írtam. Úgyhogy gyakorlatilag... Jaj, de jó. Úgyhogy Jaj, de most jó. most az, az, azzal, az a lendület tart is egy kicsit, úgyhogy tök jó volt, nagyon jó múzeumok vannak, és egyszerűen minden közel van. Voltunk a a várban voltunk, a Danubia, az egy, egy ilyen a Dunaparton egy nagyon szép múzeum, uh -huh. és hogy így, így, így felszállsz a trollira, és akkor ott vagy 25-30 percen belül, uh -huh. és van egy ilyen óváros rész, az még teljesen olyan, mint egy ilyen középkori ez pici nem? Ez, kisebb, mint a, kisebb, mint a belvárosnál, sok, Minden sokkal kisebb. Ez olyan, olyan, de német kisváros. De Nyilván, az egy német kisváros valójában azért. Igen, igen. És, és ami számomra a legizgalmasabb volt, és hogy, ezt, ezért ott kell lenni 6 hetet, hogy megtanuld azt, hogy van egy város, amelyik, amelyik egyszerre tud szlovák lenni, magyar lenni, német lenni, és nem csinál ebből problémát, hogy, hogy, akkor én most milyen vagyok. És hogy valaki simán gondolja magát magyarnak, anélkül is, hogy őt például tudna beszélni magyarul, fordítva is. Szóval ez, ezek ilyen, ebből nagyon sokat lehet tanulni abból, hogy így, hogy vannak dolgok, amelyek így, amelyekre mi azt gondolunk, hogy ezek nagyon fontos dolgok, hogy ilyen határozottan azt mondjuk, hogy én ilyen vagyok, vagy amolyan vagyok, hogy itt itt tudsz lenni ilyen is, meg olyan is egyszerre, és hogy ebben nincs semmi, semmi, semmi különleges. Úgy, meg, ne hallják, ebből... meg ne hallják bizonyos körök már. Meg nem idegesek lesznek. Figyelj csak, a, a, amúgy én a, ugye a bázisnak vagyok a tagja, ami egy, egy Szlovákiában működő irodalmi képzőművészeti, egyáltalán művészeti szervezet, főleg magyarok vannak benne, de szlovákok is, és tehát, hogy, hogy tulajdonképpen, hogy a, akik így a szlovák-magyar kulturális együttélés iránt érdeklődnek, vagy ilyesmi, mondjuk, mondjuk így röviden összefoglalva, és ott kim a könyvféten, ott csinált a bázis egy standot, és akkor és találkoztunk is ott, Sanya, pont akkor jöttél haza, és, és ott, ott próbáltam segíteni nekik, meg, 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 figyeltem a pultra, és akkor ott beszélgettem pozsonyiakkal, és pont ugyanezt mondták, tehát, hogy ő nekik ugyanez az élményük, erről hogy, hogy ezek a dolgok működnek jól, amik amik nem nem kifejezetten a, a megosztásra épülnek, hanem erre a, a kulturális együttélésre, és erre ugyanúgy tud reagálni a, a hát németek már nyilván nem sokan maradtak ott, ugye a Benes, uh -huh. a benes uh -huh. után, de hogy, hogy azért magyarok, szlovákok, németek, vagy akik ott élnek, tehát hogy, hogy, hogy ezek az izgalmas projektek számukra, nem a, nem az ilyen megosztó dolgok, és, ez, és ilyen tök, tök jól érezte magát láthatólag mindenki, aki erről beszél, tehát hogy ez, hogy ez ő nekik ez ilyen milyen, tehát ottani magyarságnak ez milyen biztonságot ad, vagy biztonság, biztonsági érzettel vértezi fel őket, tehát hogy ez... Um, tan... abszolút, én is pontosan ugyanezt éreztem. A amit még így elmondok, és tényleg, tényleg, leállok erről, mert órákig tudnék erről beszélni, hogy, hogy a, amikor így beszélgettünk így tehát, öten, akkor úgy volt, hogy egyszer szlovákul, egyszer lengyelül, a cseh értette a szlovákot, a lengyel érti a szlovák csehet, akkor néha angolul, akkor ott volt a Lenka Nagyova, aki persze tökéletesen beszél magyarul, sőt az egyácsnak az első ötven mondatát ő le, is, le is, fordította, úgyhogy, hmm. úgy, akkor magyarul beszéltünk, és az akkor egy volt az egy a könyve. Igen, és akkor ez egy, ez egy nagyon, nagyon izgalmas élmény volt. Meg volt, hogy a a Monika, aki a, a, a az intézet, hát a helyi intézetnek volt, a, 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 aki ott vezetett minket, hogy ő meg mondta, amikor, hát mondjad magyarul, amikor ilyen nagyon, olyan, olyan téma volt, hogy én nagyon, nagyon belelendültem, és ez, ez, tök jó volt. És akkor utolsó, amit szeretnék mondani, hogy van egy fesztivál, az a neve, hogy Brack Fesztivál, <kül> ez mindig, mindig májusban szokott lenni, és ez egy könyvesvásár, kicsit olyasmi, mint nálunk a Margó Fesztivál, és ez bent van most a belvárosban, és nagyon izgalmas könyvek vannak. No! Akkor térjünk is rá a mai adásunknak a könyvére. Ez pedig Rideg Sándornak Indul a Bakterház című regény, erről fog most beszélgetni. Ez 1943-ban jelent meg. 1939 től a Népszavában kezdte elő publikálni folytatásokban, és akkor mielőtt feltenném neked az első szokásos kérdésemet, egy kis ilyen időbeli frissítést engedj meg, hogy gyorsan elmondjak neked, illetve az óvasokat is. Én is a igen. Na, de figyelj! Mármint, kis... hogy kikkel van ez egy időben? Kell igen, igen, igen. Na, de akkor gyorsan én felsorolom, hogy Ugyan. a, a Ábela Rengetegben 1932 Huszták nép 1935, utas és holdvilág 1937, Piszkos Freda kapitány 1940, a feleségem története 42-, indul a bakterház ugye 1943, és akkor a Tüskevár és a hajnali háztetők 1957-es. Igen. <kül> Tehát ezek azok a ezek azok a viszonyítási pontok időben. Hogy... pontok. És azért ezt most már gyakorlatilag a 30-as éveket, azt így, 30-as, 40-es éveket kezdjük így kipipágatni. Úgyhogy uh, próza-próza uh, tekintetében. Hát prózában, hát természetesen. Igen, <gül> <gül> Én, igen. É, Vagy szóval legalábbis egy ilyen a... egyen, na, egyen, 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 nagy léptékű térképet így uh, Abszolút. Úgyhogy uh, uh, itt vagyunk időben, tehát hogy. Uh, Hmm. Tehát engem, engem meglepett, hogy ennyire közel vannak például a feleségem története Meg a Tamás Járonhoz is, meg a Pusztányi igen, 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 igen. Uh, igen, Bosszantó is őszintén szólva kérdezném, ahogy szoktuk, hogy neked mi az olvasás élményed az indul a bakterázzal kapcsolatosan, mikor olvastad, hogy olvastad, mire emlékszel? Na most itt nyilván, nyilván egy picit az lesz megint a helyzet, mint a képzelt riportnál volt, hogy ez tipikusan egy olyan regény, amit nem elsősorban regényként ismersz meg, hanem előbb ismered az adaptációját, mint magát a szöveget. A, van néhány ilyen amúgy a, 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 a filmtörténet, legnagyobbjai között is, ugye a keresztapával ugyanez a helyzet, hogy, 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 az hogy Mario Puzónak a Keresztapa című regényét, hát nem tudom, hogy kiolvasta, én hát megpróbáltam elolvasni, de nem nagyon lehet, miközben nyilván, hogy a filmtörténet egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb filmje. A, ugyanez a helyzet a Forrest ami a második számú, vagy le, ugyanúgy az első számú kedvencem, a, abból is az is egy regény adaptáció volt, hát nem javaslom senkinek semmilyen körülmények között, hogy megpróbálja elolvasni. Aha. Vagy a, ha már a harmadik... Miért annak, no, annak nem Tom Hanks a főszereplője, vagy mi? Annak nem, nem Tom Hanks a főszereplője. <laughs> ha, igen, annak nem Tom Hanks sajnos. Ö, és, és tulajdonképpen ugyanez a helyzet, ha nagyon nagyon távolról nézzük, mondjuk a. a, 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 a a harmadik számú kedvenc filmemmel is ugye a Krisztus utolsó megkísértése, ami szintén, azt mondjuk ny 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 nyilván arra nem mondanám, hogy ez egy regény adaptáció, de mégiscsak egy irodalmi, vagy hát nem irodalmi, nem teológiai, aha, de aha, irodalmi igen, szövegből aha, aha. épül föl, vagy akár a Büszkeség és vagy akár a Bridget Jones, vagy akár ha már Tom Hanksnél tartunk, a You've ami szintén egy, egy Büszkeség és Balitéját adaptáció, aha, tehát aha, aha. egy csomó, csomó olyan szöveg van, amit előbb ismersz ö, adaptációként, mint ö, mint, ö, mint a mint magát a szöveget. Ez extrém eset ez ügyben szerintem. Ha, ha, emlékszel az utolsó adásban, amikor megpróbáltuk bemondani, hogy mi lesz a következő adás, nem jutott igen, eszembe igen. Rideg Sándornak a neve, tehát utólag kellett beleszerkeszteni, hogy ki a jó franc volt ennek amúgy a magának. Ja, én ezt úgy megvágtam, eszembe. hogy észre, észre azt nem lehet szemben, igen, mert újra föl, de hogy hogy, 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 azt akarom mondani, hogy, hogy nincs, a, nincs, a, nincs a, a, térképeden Rideg Sándor. Mi a Rideg Sándor második leghíresebb műve ember meg nem mondja Szerintem ma már, és, ez, mi mi van, és, és erről se jut eszedbe, hogy ez minden Tehát, hogy, hogy nyilván a filmről tudtam. a, a Láttam is gyerekkoromban, emlékszem, Aha, ahogy, ah, hogy ah. nem nem igazán, én nem voltam oda Ugye ez egy kultuszfilm, azt, azt akkor, és akkor mondjuk, mondjuk annyit, most rögtön elmondhatunk, hogy nem kell a spoiler veszélyeitől félni, mert mindenki látta ezt a filmet. Bizonyos emberek, több tízszer, vagy több százszor. Emlékezzünk meg Safi barátomról, aki hát szerintem, szerintem a felét tudja így fejből a, a filmnek, aha, és, aha. és, szerintem, szerintem ha csak, nem csak, hogyha a tévébe adják, hanem megvan neki a pendrive Segíten. Ha rossz kedve van, megnézi, és még azért annyit hadd mondjuk el, hogy maga is egy bakterházban lakik, tehát, hogy vásárolja. Hát egy jó, a... akkor az a kicsit. Más, nem más szinten. nem, szinten. nem okay. egészen függetlenül vásárolt egy elhagyott gödöllő széli bakterházat és abban. Lakik. Az most gondolj bele, akinek az egri csillagok így a kedvence, az az, az nem tudják. Ez az egri vagy a, vagy a leg, le, le, legrosszabb esetben ott a pilisbe a másolatát. A igen. igen. Na, tehát, hogy, hogy ez egy nyilván egy kultuszfilm, nyilván. Nagyon sok sok dolgot, ő, 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 tehát, hogy hogy egy csomó mémesedett belőle, szálló égelet belőle nem tudod nem ismerni, na ezt akarom csak mondani. Magát a regényt azt nem olvastam, most olvastam először, és gyanítom úintoljára is. Aha. Ő, 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 mert. Ő, mert ez egy filmforgatókönyv valójában, szerintem ez egy, és nem véletlen az, hogy ennyire sikeres lett a, a, a majd erről szerintem részletesen beszélünk, hogy, hogy ennyire sikeres lett az adaptáció, minden, mindene megvan ahhoz, hogy ez egy sikeres aha, filmadaptáció aha. legyen, és semmi nincs benne olyan, amit ne lehetne filmre vinni, ami ugye, mint, hát ez kritika is, ugye Friedrich Kittlernek van ez a ja, híres, híres bómója, hogy, hogy, a szép irodalomnak mára egyetlen kritika kritériuma maradt az, hogy ne lehessen megfilmesíteni. Tehát legyen benne valami olyasmi, ami csak nyelvi, ami, ami, nem, nem audiovizuális. Ebben szerintem nincsen semmi, ami csak nyelvi. Miközben, és ezt meg a védelmére mondom, hogy, hogy, hogy egy csomó, csomó tekintetben éppenséggel a, 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 verbális dolgok miatt sikeres, tehát a nyelvi dolgok miatt sikeres. A, ő nem volt jó olvasni, untam, fárasztott őszintén szóval. Van -e egy sajátos logikája, ami, ami, ami amit, hogyha kiismersz, akkor egyszerűen unalmassá válik a dolog, mert tudod, hogy megint ugyanaz fog jönni, majd erről, erről is szerintem részletesen beszélünk. A, és akkor egy utolsó megjegyzés, hogy, hogy maga a szerkezet, és gondolom, hogy erről is, erről is fogsz majd részletesen kérdezni, az pedig egy teljes káosz. Tehát, hogy az egy, az egy, mintha egy novella füzér lenne, vagy én nem is tudom, egymás mellé vannak pakolva. Nyilván ez a sorozatisággal is összefügg, Ú, így egybeolvasva nem, nem érted, hogy mi az összefüggés a egyes jelenetek között, hogy jön egyik a másik után, hogy épülnek egymásra a dolgok, bosszantott őszintén szólva. Igen nagyon sok mindent felvetettél, izgalmas dolgokat. Egy dolog most így hirtelen megragadta a fülemet, ez a sorozatiság, mert ugye erről nem mindig szoktunk beszélni, hogy nagyon sokszor az van, hogy ugye mi úgy olvasunk egyben szövegeket, regényeket, Igen. amelyek eredetileg annak idején ugye folytatásokban jelentek meg. Hát lényegében a klasszikusok nagy része az mind-mind folytatásban jelent meg. Pontosan, Hansági Ágnesnek a, erről szóló tanulmányait ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. És hogy pontosan én is a hanságjáig szerettem volna megemlíteni, hogy itt a tő nagyon szépen bemutatja azt, hogy, hogy azért hogyan alakul egy szöveg befogadása Azután, hogy ez így mondjuk egybe, egybe kerül. És miért van az, hogy uh, akár ez a népszerűségének is az oka? Mert ugye a klasszikus sorozatoknál, a film filmsorozatoknál mindig az van, hogy te KB bármikor be tudsz kapcsolódni, mert egyszerűen uh, mindig van annyi felvezetés, mindig van annyi plusz info, hogy te ezt tudjál kapcsolódni, pontosan. Uh, És ezt, hogyha ezt külön-külön olvasod, részletekben, akkor ez egyáltalán nem zavar. Amikor egymás után olvasod. Akkor, akkor, akkor válik egy igen, csomó szóra Tehát, dolog, hogy pont, pont az, ami. A önállóan állva egy-egy fejezet önmagában erős, de ezek nem erősítik egymást, hanem éppen kioltják, és ez is lesz majd mondjuk így az olvasásnak. Így hát a, ugye, a, az... ugye a szomszédok, darál, ugye mindenkinek megvan ez a kifejezés, hogy darálunk, amikor amikor van egy sorozat, amit leforgatnak egybe, és akkor megnézed egybe. És például a, például a Szomszédok, ami ugye eredetileg epizódonként két hetente ment, tehát, tehát joggal gondolhattad azt, hogy egy hat héttel ezelőtti eseményre, hát nem igazán fog emlékezni a néző. Aha, aha, Ö, aha. De hogyha, hogyha, hogyha megdarálod, akkor egy konkrétan egy óra múlva történik valami teljesen igen, ugyanaz, igen. mint ami aha. régen, és akkor ugye ez tök komikusá válik, amikor Vágási Feri minden negyedik epizód történik valami, megverik, vagy ő véd meg valakit, meg nem tudom. Oké, okay, de az basszus, az nyolc hét alatt történt a, a néző fejében, a te fejedben meg másfél óra alatt. Igen, aha, tehát, hogy aha, pont ez érted, tehát, hogy ez, a, ez a ez ennek a működésmechanizmus, mechanizmus, és amit te mondasz, hogy bármikor be kell tudjál lépni ebbe, mert nyilván, hogy nem csak az fogja, a, 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 arra számít a lap kiadó, hogy azt, hogy azt a elejétől valaki végigolvassa, tehát, hogy, hogy, igen, ez, a, a, igen, tehát, hogy ez egy nagy nehézsége ennek a dolgnak. Itt ezen én nagyon ezt érzem, hogy, hogy esik szét az egész darabjaira. É, én is, nekem kettős az olvasmányévényem, azt még az gyorsan megosztom veled, meg a hallgatókkal, hogy nekem, hát én is előbb a filmet láttam, de, de én abban nem olyan vagyok biztos, hogy ezt egybe vég láttam valaha. Tehát, hogy így biztos, hogy láttam bármit. meg így gyakran nem, ment a tévébe. Értem, sem az ember egy-egy részt megnéz, de azt, hogy én na most így megnézem külön az Indula Bakterházat, erre nem nagyon emlékszem. Uh, Nekem egy nagyon nagy élményem van, hogy egyetem alatt valahogy egy ilyen olcsó, mint a ilyen megvettem ezt a könyvet, és így mentem haza a vonattal, és így olvastam, és így végröhögtem az utat. Én így, de fura. És így vinyogtam a röhögéstől, majd utána a többiek kérdezték, hogy mit olvasok, és akkor mondtam, hogy az indul a bakterházat, és akkor kérték, hogy olvasom hangosan, és akkor így, szóval volt egy ilyen olvasási élmény, hogy olvastam nekik részleteket, és akkor így együtt rögtünk, és akkor az, ami most tehát ez olyan, mint amikor te hallasz egy viccet, és így nagyon-nagyon nevetsz rajta, és akkor elmondod újra, akkor az már nem tűnik ilyen nagyon szórakoztatónak, de akkor az a szituáció az így, az így fölemelte. a... De és anya, az lehetett, hogy ők visszaemlékeztek a te felolvasástod alapján a filmélményükre? Biztos, biztos. Igen, 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 de tűnik, mert, a... igen, 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 mert mert Maga, mert... Magák, magák, a szituációk, szituáció, tehát hogy az, amikor ott a bendegúz bármit, bármit is csinál, az, az, mind alapvetően vicces, meg hogy szerint, szerintem ez lehetett, amennyire így megpróbálok visszaemlékezni. Másfelől, hogy az olvasás élmény, tehát nekem van egy ilyen nagyon jó élményem, és az újraolvasásnál ugye az volt, hogy, hogy azért nagyon nehéz volt elvonatkoztatni a film szereplőitől, főleg a hangjuktól, tehát a a, a, a Halman Péter, vagy a Koltai, igen, tehát hogy így... Igen, hát azt azért uh, jegyezzük meg, hogy a, hogy a korszínjátszásának, ha, ha éppen akkor nem is feltétlen a legnagyobb csúcsai, de a mondjuk a másodvonalnak a legteteje, akik aztán később az első vonal lettek. Abszolút, minus abszolút. Minusz Koltai, akit nem tudok lelkesedni, de... De azért egy nagyon jó jó, hát Jó színész, egy nagy ripacs szerintem, de, de ebben, ebben, tökéletesen jött ki ez a ripacskodása is. Igen, és hogy a, a sokszor engem, ami a legjobban zavart, mi nem is csak az, hogy a hangjuk, hanem ugye a vizualitás, hogy elképzeled a helyszíneket. Tehát ez, ez, ez szerintem a legjobb az olvasásban az, amikor te magad tudod elolvasni. Tehát az, az. biztos mondtam már neked, hogy amikor az Ajtók című Szabó Magda szöveget dolgoztuk föl, akkor megkerestem a, megtaláltam a neten azt a azt az ajtót, amiről ez az egész szól. Az és is hát, talán az egyik ilyen borítókép a Facebookon. Ö, vagy vala, va, a, igen, azt egy föl, fölraktam az igen. egy egyik ilyen, ilyen képünket. És hát... Ö, el kell, hogy keserítsem nem, Szabó de Magdát, hát nem, nem, nem mi így ajtól. képzeltük. Ezt, nem, ő rosszul írta le, mert ez nem <laughs> volt. Az, 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 valamitől nagyon elrontott. De gondolom érted, hogy mire akarok ki, kiukadni, hogy azért ez, na, tehát, hogy az olvasási élményben ez is azért visszaveszi az embert, hogy így van Elvéni már egy olyan, ezek olyan... a vizuális ingerek igen. A, a, a belső mozizásodat azért, és hogy láttad. É... Ez kétségkívül így van. És hogy ez, ez, ez mondjuk így nagy, nagy veszély, mert értelemszerűen, aki aki nem ehhez van hozzászokva, az engem, engem, engem kifejezetten korlátozott. És ezt De sanyag, azt nem... azért meg viszont mondjuk ki, hogy hogy enélkül a film nélkül soha az életben nem beszélnénk most a rideg Sándornak a ez, ez Ebben biztos vagyok, ez biztos vagyok. Nyilván ez nyilván van biztos tartott, vagyok. Hogy... Tehát, hogy itt most mindenki jól járt valamilyen szinten, mind a film, mind a szöveg. Igen. És akkor még egy utolsó dolog, ami a vizualitás, meg a feldolgozás, amit te is említettél az elején, hogy ugye szinte deževúja van az embernek, hogy most a képzett riport után. Most most az indul a bakterházról beszélünk, mert úgy, ott is ugyanaz van, hogy, a, hogy az alapszöveg az így eltűnik. Same in a, English. A... Ahogy helyen e, okay, okay, Nem, szépen. tehát, hogy ugyanaz, ugyanaz, Igen, ugyanaz a sztori. A... A... Mármint mediálisan, ah. ugyan... hát pont pont nem, de hogy mediálisan a, de a logikája ugyanaz a dolognak, így van, így van, hogy előbb ismerjük az adaptációt, mint magát a dolgot, ami egy tök izgalmas dolog. És amúgy felhívja a figyelmet arra is, amit pont a hansági ágnes barátunk mindig, mindig hangsúlyoz, hogy hogy a kanonizációban milyen rohadt fontos szerepe van az adaptációknak, ami, ami, ami nem kerül, ami ami nem része az aktív Kánonnak, nem vesz részt ilyen adaptációs folyamatokban, annak sokkal rosszabbak a túlélési esélyei. Sajnos ez a helyzet. És közben, pluszként, amit még, még, még izgalmas, hogy sokszor azért hiába van benne a Kánonban, bizonyos szinteket egyszerűen ez gátol is, hogy például az indul a bakterház mondjuk ez nem, nem jó példa, de sokszor az van, hogy akár, akár a túlzott, túlzott népszerűség után meg így leesik mondjuk a, 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 leesik a, a, kutatóknak az asztaláról a figyel, figyelmi, tehát kiesik a figyelméből, és akkor most így a, mondjuk egy büszkeség és balítélettel ki az a kutató, aki most el akar kezdeni foglalkozni? Hát ilyen média, média mé, tehát ez ilyen média is feltes, meg ilyen kultúratudományos szempontból iszonyúan izgalmas. Ahogy ez a szöveg is, nagyon izgalmas kultúra, mennyi szempontból, irodalmi szempontból viszonylag könnyen megfejthető, sajnos ez, ez, a, ez a bajom vele. Majd teszünk erre egy kísérletet, meg min, kéne mindenféleképpen. Kinéztem majd, egy pár majd, szövegrészt, és és meg okay, lehetne majd... elemezni, hogy hogy hogyan is működik ennek a nyelve, hogy mi, mi, mi az, ami, mi az a, a, hát tudom, hogy ezt így nem lehet modellezni, hogy mi a humornak a mechanizmusa, de hogy itt az a baj, hogy viszonylag könnyen lehet szerintem. Figyelj, erre térjünk, ezzel folytassuk, de előtte van egy kérdés, amit te nem tudsz megúszni, pedig már azt no. hitted, hogy gondolom megúszhattad. Foglaljam hogy... Hát, mert Lehet, hogy vannak, akik azért régen van is van... a Van regő, a filmet. Regős Bendegúz nevű gyerek, aki egy Na, árva, ki, árva fiú, vagy félárva, vagy nem tudjuk, hogy hol, igen, azt hiszem, hogy félárva, és az anyukája odaadja egy, egy, l, 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 egy ilyen kereskedőnek, vagy kupecnek, vagy én nem tudom, hogy ez mi, akit ő patásnak nevez, aki elszegődheti egy bakterházban, egy bizonyos szabó bakterhez, ö, ö, ahol és mindenféle ígér neki, hogy ott majd kacsasültek fognak röpködni a levegőben, és mindenfélét hazudnak Igen. neki, és ezt a bendegúz, ezt nagy árulásnak érzi az anyukája részéről teljes joggal ö, szerintem, és igen. majd aztán megérkezik ehhez a Bakterhez, aki a, ugye a regényben, ők viszonylag, viszonylag ilyen szövetségesekké válnak, szemben a filmverzióval, ahol ugye a koltai által alakított Szabó Bakter az épp olyan kretén, mint az összes többi. Itt is egy furcsa figura, Igen. De, a, Igen. de itt a Bendegúz az, az tulajdonképpen meglátja benne a jót, vagy meglátja benne kvázi az apa figurát, egy ilyen, egy ilyen hát elcseszett apa figurát, de mégiscsak ők ott, ott Igen. Tök, ugye sokkal szorosabban viszonyuk Lényegében ez a legnagyobb különbség a film és a, és a, a regény, ö, regény, között, és ott van egy bizonyos banya, meg mindenféle, mindenféle ilyen női szereplők, akik ott feltűnnek, ez, ez sem következetes például, hogy már bocs, hogy rögtön már elemzem is, de hogy, hogy most él a bakternak a felesége, vagy nem él, az fejezetről fejez, azt nem tudtam kinyomozni. Á, Tehát, ez egy hogy... kicsit olyan, mint a Bázaknál, hogy ugye elvileg ő úgy írta a szövegeit, hogy voltak ilyen kis figurái, ö, ilyen sok figura szerűségek, és amik lesz az asztalról, az tényleg szó szerint leesett az asztalról, mert akkor azokról, azok így eltűntek így a reggénnel. Igen, csak itt sajnos, sajnos néha visszakerül, tehát hogy itt, itt, egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy most hol van igazából ez az asszony, vagy éle, vagy mi van vele. Na mindegy, és, akkor, és akkor a maga a sztori az az, hogy nem adnak neki elni, tehát ott kihasználják, és, és ott, 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 neki teheneket kéne legeltetni. Igen, tehénpásztor. és ez picit amúgy emlékeztet ugye a fapásztorra, vagy mi volt a, ugye a Tamásinál, nem, nem tudod, nem a Tamásit Igen, el, azt majd bőle azt ez az egy az nagyon erős beszélni. el, előképe a do dolognak, nagyon más minőségben megvalósítva, és akkor, és akkor ott a helyi parasztok meg, megkergetik kergetik őt, és időnként ez a banya is kergeti, meg időnként, tehát az Azért, egész mert egy a, legeltet, hogy tudja a legeltett. legeltett, mert hogy nem elég nagy a tődjük, ugye a teheneknek. Igen, ]nek. igen. Ő, és akkor ezt mindig szóvá teszi, és ez, ezért ő mindenféle csíntevésre van rákényszerítve, és akkor bosszút esküdik, esküszik tulajdonképpen a, a bakterház ellen, és akkor és akkor mindenféle csíntevésekkel, meg ilyen, ilyen, ilyen préfákkal, meg 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 hol gusztusos, hol picit durva. Ö, ö, Igen, ö, hát nem is tudom, ilyen viccekkel. Ö, ö, bünteti tulajdonképpen ezt a bakterházat, és ennyiről szól a regény. Tehát ennyi, ennyi, és nem több. Szerintem. Hát uh, a történet az ez. Igen, meg és is akkor a mindenféle végém, vicces, igen, igen, igen. vicces epizód, vicces vagy viccesnek szánt epizódok vannak. Igen, Van még egy igen, szomszéd igen, bakter, akivel igen. összebarátkozik, vagy hát nem tudjuk, de az se valami jó fej. És hát amúgy meg Na mindegy, majd erről nyilván beszélünk. Hát ezt a gyereket kihasználják, ütik, verik, és ez át, általában ez a humornak a fő forrása. Uh, igen. Tehát, hogy politikailag nem tud korrekt a mai. Politikailag szép sehogy a... sem korrekt, viszont, és ideológiailag hogy... viszont írtózatosan ja. elkötelezett. Uh, igen. Majd, most már annyira, annyi mindenről mondtuk, hogy na erre majd visszatérünk, de akkor kezdjük azzal, amit te az előbb felvetettél, mert szerintem nagyon izgalmas vonal lehet, hogy Mondhat, hogy néztél részleteket, és akkor egy kicsit próbáljuk meg a, a, ezt a humor részét megnézni ennek a szövegnek, mert e, igazából ezek a helyzetkomikumok adják a igazán nagyon jó erejét ennek a szövegnek. Úgyhogy kíváncsi a várom, hogy miket választottál. De nem csak én. a helyzetkomikum szerintem. Amit én választottam, az éppenséggel nem egy helyzetkomikum, hanem az éppenséggel egy nyelvi dolog, ami szerintem a legerősebb része. Tulajdonképpen a szövegnek. És Az pedig, ahogy én magamnak ezt így összefoglaltam, az egy sajátos regiszter keveredés tehát hogy ez a fiú, Aha. ahogy beszél, abban két egymástól nagyon távoli regiszter, ö, 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 abban igen, két egymástól igen. nagyon távoli nyelvi regiszter keveredik, és ez egy. Ö, ö, de azért rögtön jelzem, hogy ez nem sokkal több, mint amit ugye a ilyen gyerekszájnak szoktak, voltak régen ilyen rovatok, emlékszel, hogy gyerekszáj, Igen, amikor Igen. mondjuk a négy éves kisfiam azt mondja, hogy garantálom, akkor az nagyon vicces egy négy éves gyereknek a szájából. Tehát ez körülbelül, aha, körülbelül aha. ez felolvasnám ezt a részt, és akkor picit, picit hogyha ha, ha, gondolod, akkor elemezzük meg, jó? Jó, jó. Tehát, a, ez a, az a jelenet, amikor mennek, a, éppen eljönnek a otthonról, mármint hogy az anyáiktól viszi ez a a patás. És akkor olvasom, éjszaka ott mennek, és ott meglátnak egy tanyát. És olvasom ah, a jó, szöveget. Jó. A tanya, ahol a világosság látszott, sehogy se akart közel kerülni, inkább egyre távolabbról hunyorgott. A patás nagyokat dobbantott, én meg örültem, hogy majd lefagy a lába. Úgy gondoltam, hogy itt hagyom a réten és anyámnak elmondom, hogy a jó ember úgy közben elpusztult. Ebben aztán keservesen csalódtam. Alig tudtam utána megvigasztalódni. A tanya előtt kijelentette emberem, hogy egyáltalában nem fázik a lába. Ilyen az én balszerencsém. És azt akarom mondani, hogy bárhol felütöd a szöveget, valami aha, ilyesmit, aha, aha. Igen, ilyesmit igen. fogsz olvasni. És akkor nézzük, hogy mi az, a, mi az a ugye az első rész, ugye a tanya, ahol a világosság látszott, ahol sehogy sem akart közel kerülni, mert ez is persze vicces, hogy ugye a tanya kerülne hozzá igen, közel. Igen, igen. Ugye? De hát ez még annyira nem izé, mert hogy mi a, mi az a, mi a fókuszpont, hogy nyilván a, ennek a fiúnak ő saját maga a fókuszpontja, okay, és ehhez okay. kerüljön közelebb. Ő izé. magában ezt szerintem kb. vicces, annyira na nagyon nem. A patás nagyokat dobbantott. Ugye ez, hogy patásnak hívja, ugye, ugye ez, hogy, hogy, ő az igen. ördög, ugye ezt, ezt gondolja, igen. mert hogy rövidebb az egyik lába szegénynek, igen, és, akkor, igen. és akkor ezért patásnak hívja, és akkor rögtön látjuk, hogy ő már az ördög, és hogy nagyokat dobbantott. Az vicces, mert igen, ugye mert igen. patája van, ezért dobbant. Azt mondja, én meg örültem, hogy majd lefagy a lába. Vagy úgy is lehet hangsúlyozni, hogy én meg örültem, hogy majd lefagy a lába. Tehát, hogy mind a kettő, izé. tehát, hogy Igen, ez, Igen. és akkor ezt csinálja, hogy ez egy ilyen határátlépés, hogy, hogy ugye annak örülsz, aminek nem kéne, hogy örüljél, hogy majd, hogy te, hogy, és mindig ezt csinálja Bendegúsz, hogy valami, valamit, amiről azt kéne gondolja ő hogyha ő egy jó gyerek, akkor annak kéne szurkolnia, hogy a patásnak ne fagyjon le a lába. De ő meg is csak annak szurkol, hogy lefagyjon a lába. És ennek örültem. És ezt ilyen tök természetesen mondja. Ez szerintem szuper vicces. És akkor úgy gondoltam, hogy itt hagyom a réten, és anyám, és akkor úgy gondoltam, ugye, ez a stílus. De ennek itt nincs helye, ugye, hogy úgy gondoltam, ez egy egyel magasabb regiszter, és anyámnak elmondom, hogy a jó ember úgy közben elpusztult, hogy a jó ember mert ugye ez is egy regiszter igen, törésben. Igen. Ebben aztán keservesen csalódtam, és ez, itt növetted el magad te is, hogy ebben igen, aztán igen. keservesen csalódtam, mert ez ugye egy sokkal műveltebb igen, nyelvi regiszter, igen, mint igen, te, igen, tehát igen. itt tulajdonképpen nyelvi klisét használ, teljesen egy olyan szituációra, amire ezt a nyelvi klisét amúgy nem kéne, hogy használjuk, ugye azt vártam, hogy majd kapok, kapok egy libacombot, ebben aztán keservesen csalódtam, ez még oké, okay, okay, de hogy abban, okay. hogy, hogy abba, lefagy majd, megdöglik végre a patás igen, a réten. Igen. Ebben keservesen csalódtam. És az a baj, hogy ennyi. Tehát, hogy ez mindig, mindig, mindig. És ez szuper vicces. Az első százon nagyon jól tudok nevetni, de a maradék hétszázon már nem tudok na nagyon nevetni. És akkor azt mondja, alig tudtam utána megvigasztogatni. És akkor azt mondja, a tanya előtt kijelentette emberem, kijelentette, ugye? És ez is ez a regisztertudés, hogy, hogy, hogy kijelentette ilyet egy parasz gyerek, egy parasz kisfiú, ráadásul egy ez a teljes mély szegénységből jövő, hogy kielentette, ez mint amikor a Miska azt mondja, hogy garantálom. Tehát, hogy ez, aha, ez aha, ettől jó, lesz Igen. igen. És, akkor, és, a, és akkor a végén azt mondja, ilyen az én balszerencsém, ugyan megint, elke, megint ugyanaz, ugyanazt igen, a pontot játszom, mint az előbb. Hogy ebben aztán keservesen csalódtam, nem döglött meg a réten, és ö, 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 ilyen az én balszerencsém, mert nem fázik nem a lába. Azt hittem, hogy fázik, de nem fázik. És Na, tehát, hogy, hogy, hogy azt akarom mondani, hogy ez, ez, ez zseniálisan találta meg ezt a hangot. És ez nagyon könnyen adaptálható, mert tényleg nagyon vicces, ahogy ez a amúgy ez a gyerekszínész, ott ezt a gyöldjás, aki amúgy gödöllői szintén. Na mindegy. Illetve a fóti gyerek. Na mindegy, gödöllői, tehát hogy maga ez a elég tragikusabb, hogy a sorsa, aki térnek el, nézze meg a wikipédiát, de hogy azt ér, hogy amikor el, erre rájöttem, hogy ennek ez a logikája, akkor, akkor az a baj, hogy onnantól nem nagyon tudott érdekelni, mert, mert nem nagyon tud ehhez mit hozzátenni. Mert ez egyszerűen, egyszerűen ez így kész van, és vicces. És ugyanúgy, ugyanúgy, vicces, mint a Fülük Jimmy-nek a levelei, ahol, ahol Igen, nyilván Igen, ez van eltúlozva. És, és mondtad is, hogy, hogy, hogy nagyjából egy időben vagyunk, ugye? Tehát, hogy, hogy itt volt Igen, valami, Igen. Ami, ami, ezt a regiszterkeveredést valahogy, valahogy az, az volt benne, a, 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 hogy, hogyha vicceset akarsz írni, akkor, a kb. valami ilyesmit kell csinálnod. És ez hibátlanul meg van oldva. Csak abszolút, egysen, ehhez abszolút. meg hosszú a szöveg. Hogy, Igen, hogy, Igen. Hogy, 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 a, hogy a 28-dik nem, vagy az 50 en vagy a 200 on nemes. Igen. Na, te mit néztél? Akkor, ugye, igazából most még ehhez szeretném ja. kapcsolódni azzal, hogy hogy ugye említetted itt a Fülig Jimit, és itt a regiszterkeveredéseket, de hogy azt azért annyit áruljunk el, a, a, meg már korábban említetted az Ábert is, de hogy így például, amikor én most felolvasom neked a, a kettő, tehát a jegyzetemet, amit még így írtam le, hogy szerintem nekünk podcastelni kéne, mert amikor tegnap este még egyeztettünk a felvétellel kapcsolatban, ez valamikor májusban volt, egyből mondtad, hogy hát ez tisztára az ábel a rengeteg, mert is nagyon izgat, és nagyon igaz, szerintem is így van, csak most én arra lennék kíváncsi, hogy ezt a gondolatmenetet egy kicsit tovább fűzve, hogy azért azt szerintem mind a ketten megállapodhatunk abban, hogy nagyon hasonló a két figura, de hogy azért a Tamás járónál sokkal jobban mű, tud működni, és akkor én arra lennék kíváncsi, hogy szerinted mi lehet az oka annak, hogy a Tamási Áronál nem érezzük, hogy ez a regiszterkeveredés, mert szerintem itt is valami nagyon hasonló van, hogy ez nem ennyire nem ennyire kiszámítható, vagy, vagy miért tud miért tűnt nekünk izgalmasabbnak, mert számomra az volt, hogy neked is így van -e egyáltalán, és hogyha igen, akkor szerinted miért? Mert van, van benne csomó más is. Tehát, hogy vannak benne, ugye mind a kettő, a elbeszélő szituáció az nagyon-nagyon hasonló, ugye? Igen, mind a kettőt igen. a kisgyerek mondja a Mind a kettő amúgy olvas, vagy ugye talán a Az van, is erről olvas, fogunk van. beszélni, igen, igen. 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 Ö, 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 mind, a kettőnek, mind a kettőnek a fő skillje az ez a nyelvi lelemény. Csak hogy, 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 itt, itt meg túl, tehát, és pont a helyzet komikumok szerintem, ami, ami engem zavar, tehát hogy, 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 a, hogy az a baj, hogy a ez egy csomó olyasmit is csinál, ami, ami, ami egy ilyen Inkább filmen mutat jól, tehát, hogy az, ah, az ah, benne igen, tehát, igen. amikor nem nyelvi a humora, hanem az, ah, hogy be, ah, hogy, be, hogy bét, még go zag, meg mit tudom én mi, ö, meg előkó, ki kinyújtja a nyelvét, hogy Kinyújtja a nyelvét, meg egy csomó ez olyas, cso Tehát, hogy ilyen nagyon, tehát a, nem tudom ezt jobban megfogalmazni, de értem a kérdést, de igazi választ nem fogok tudni ráadni, hogy, hogy a Temes Erlönnál sokkal. Nekem, 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 az sokkal hitelesebb az Ábel. Tehát, hogy az még akkor is, hogyha az, az is egy ilyen nagyon-nagyon imaginárius figura nyilván, sokkal Hasonlóan kiszolgáltatottak, ugye? majd erre, erre Ha akarunk, majd akkor beszéljünk róla. Jó. Ö, ö, de hogy én sokkal tragikusabbnak élem meg az Ábelnek a, a történetét, vagy sokkal nagyobb a tétje ö, szerintem. És, és még egy, hogy, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy nyilván tudjuk azt a történelmi környezetet, amikor ez született, ugye, a, ugye, Rianon után nem tudom micsoda, hogy sokkal kevésbé érzett benne ezt a direkt ideológiát, vagy, vagy akkor, inkább, nem is ezt mondom, hanem sokkal kevésbé zavar az ideológiai ö, háttere, a, háttere a dolognak, hogy itt mindenki uh, mert hülyét kell csinálni, a paraszt az hülye, a bakter az hülye, a csendőr az sötpár hülye, ezek olyan hülyék, hogy dobálóznak a, izét, a, 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 gombócokkal, és így ennyi eszük van, és kész. Tehát az egész, egész egy ilyen, ilyen Valahogy, a, valahogy a, az a regiszter, amiben szól, ennek kevésbé érzem a tétjét, na inkább nem tudom elmondani. Eredetibbnek érzem, akkor azt mondom hitelesebbnek érzem, még akkor is, hogy ez egy műnyelv, nyilván amin az ábel beszél, az valamit, valamit mégiscsak elmond Én is egy is ottani nyelvi környezetről. Ezt meg nagyon csináltnak érzem, ezt egy nagyon kávéházi humornak érzem, őszintén szólva. Ö, ö, kabaré, kabaré humornak érzem. Kabaré jelenet. A, igen, és hogy, tehát, hogy a, az Ábelben a elbeszélői szituáció, és maga az elbeszélő sokkal inkább, jobb, sokkal jobban legitimálódik a szövegben. Itt a, a olyan, mintha itt azért van arra törekvés, hogy azért ez egy hiteles elbeszélő legyen a, a bendegúza, az indul a bakterházban, de egyszerűen egyszerűen nem nem mindig akar ezzel foglalkozni. Néha olyan érzésem van, hogy így, ez nagyon sok irányba el tudott volna indulni ez a szöveg, el is indult, és a végén az már nem lett nagyon fontos, hogy maga az elbeszélő, az egy hiteles figura legyen, és értelemszerűen most ezen túl kell lépnünk, hogy ez egy szép irodalom, ez egy fikció, de hogyha a fikción belül akarjuk a a legitimációját megadna az elbeszélőnek, ne, ne, nem tud meg nem tu miért, miért tudna írni ez a gyerek? Nem értem, hogy honnan tud írni. Ő írt egy könyvet, és ő, na, ugye, úgy indul az egész, hogy ő, hogy ő egy úr akart lenni, aki együtt vonul a csendőrökkel, ő, ő, meg behajtó, meg mit tudom én mi, és, uh -huh. és, és igazából az egésznek az eredménye egy könyv lett. És, és akkor most mi ezt olvassuk. Ne, nem érzem, nem, mikor ült le ez a bendegúz, ez a gyerek. Jó, mikor ült minden. le megírni egy... Kü... Nem Jó, értett, hogy itt uh, Oké, okay, okay. uh, de azért ez szerintem nagyon érdekes ez a, ez a párhuzam, és akkor volt itt egy dolog, amit említettél, és ezt akkor lehet, egy kicsit előrébb is venném, mert uh, ugye, szó van arról, hogy uh, olvas azért ez a bendegúz, és nekem itt most van egy felt, egy ötletem, hogy, hogy itt direkt megnéztem, hogy, hogy a Bendegúznál is van egy felsorolás, akkor felsorolja, hogy, hogy mi történik az ő könyveivel, ezt gyorsan idézem is, azt mondja, amikor ugye kijöntik így a, a, ott az istálóban, ahol lak, szokott aludni, ott, ott vannak az ő könyvei, és akkor valami, valami, valami konfliktus végén az azzal végződik, hogy a Uh, Kijöntik ott ilyen vízzel, felöntik, és akkor azt mondja, hogy most láttam tisztán, hogy a könyveim oda vannak. Minden látszott a sárga, kék, zöld, piros füzetek, az éli kísértet, a borzalmas ököl, az utolsó haramia, a jószémi rabló, az utca angyala, a hasfölmetsző. Tudja, jóisten, mi minden vált pocsékká, pedig mennyi pénzemben volt nekem, amíg összebírtam válogatni ezeket a ritka szép könyveket. Egy pillanat, ezt mondja ugye, a, indul a bakterházban a, a bendegúz, ugorjunk át a Áberre, és azt mondja az Ábel, megjönnek az olvasmányok Dávid Pali bácsitól. Az egyik Gulliverről szólt, amit később az ősz és a tér folyamán kétszer is elolvastam, a másiknak a hősfiúk volt a címe, és a 48-as időket beszélte, a harmadik Petőfi Sándor versét tartalmazta, ezen kívül hozott még 40 darab Nick Carter című füzetet, amelyekre akkor még nem is gondoltam volna, hogy később a legnagyobb kincseimet képezhessék. Igen. Képezhessék, igen. Hát, hogy vákat olvas? Uh, de, az, de, de azért, hogyha összehasonlítjuk a kettőt, azért van némi... Van, ja, van némi különbség, különbség, igen. Valószínű, hogy ez a különbség a Tamás e -hát, És akkor nekem most itt van egy, felvet, <laughs> itt, itt van egy felvetésem, hogy hát, ha hallgatja, van olyan hallgató, aki mondjuk ilyen irodalomtudományjal foglalkozik, vagy fog foglalkozni, hogy azt mondom, hogy nagyon izgalmas dolog lenne, hogy megnézni mondjuk a 20. századi ifjúsági regényekben, hogy hogy milyen olvasmánylisták szerepelnek, hogy miket olvasnak ezek az is, ezek a regényhősök, de akár lehet, hogy ezt ki lehetne akár arra is terjeszteni, hogy milyen, miket olvasnak a regényekben a, a szereplők. Abszolút. Lehet, hogy van ilyen, de szerintem ez egy nagyon izgalmas, izgalmas dolog. Mit olvas esti, miközben fiúmébe tart az első csók előtt? Aha, ezek jók. Na, ezek aki jó. erre válaszol adnak nem tudom, küldünk uh, egy, uh, egy, na, egy virtuális bemondjuk, uh, bemondjuk, uh, a... karlendítést. Uh, nem, szerintem majd, hogyha megírja ezt a tanulmányt, akkor erről külön fogunk beszélni. A Úgyhogy <laughs> szerintem ez egy plusz motiváció. Én, az tudom amúgy, hogy mit van. Uh, jó, de hát nem akkor nem ez, egy, meg, de ez egy... ez egy jó, jó érdekes, érdekes lehet. Estikor a harmadik fejezet. Na jó, ez most nekem nincs a fejemben, de amúgy ez egy tök jó ötlet, hogy esti kornélt is be kéne venni, majd így a olvasmányistánkra. <laughs> ja, ja, ja. Na, de ne kanyarodjunk nagyon el, így az olvasmányok ez egy kicsit egy kis kiúró volt, és itt már többször is mondtuk, hogy na majd beszéljünk a szerkezetről, meg majd arról mindenféleképpen fogunk beszélni, de előtte ezt a narrációt vegyük már végig, mert, 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 mert szerintem az, nekem ezért ez, izgalmas volt. Egy Igen? Kicsit, na mi ö... volt benne az izgalmas? Akkor mondd el nekem, mert, jó, mert ö... én nekem semmi nem volt benne izgalmas nekem az a rész érdekelt, hogy így hogyan próbálja az elbeszélő mondjuk így tematizálni azt, hogy ő maga ír. És akkor most ilyenekre gondolok, hogy inkább csak így az elbeszélési pozícióját hogyan próbálja így megalkotni. Most van egy, most ilyen idézeteket fogok mondani, hogy például most elmondom, hogy milyen forma ember ez a bakter. Ugye nyugodtan... ez egy ilyen nagyon élő beszéd. Igen, igen, ez nagyon élő beszéd. Most elmondom. Igen. Ilyen nyugodtan sose aludtam azelőtt, mint amióta a babonaság titkát megismertem. Az egyik éjjel meg olyan szépet álmodtam, amit akárki megirigyelhetne tőlem. Ezt el is mondom, persze csak röviden. Mondom igen, megint pár... szó. Igen, igen. Búcsú vasárnapján történt a véres tragédia, amiről az egész világtörténelmei egy se szólt. Ezt a hiányt akarom most pótolni. Teljes ah, valóságban tőle. elmondom a szörnyűséget, ahogy az csak ugyan megtörtént, már kezdem is. Uh, no, Tehát Tehát saját magát. saját, saját, saját magát. Én szeretem. Egy én, pár szóval van, most azt tás, is elmondom többek tás, között, hogy milyen ember az én bakterom egyáltalán. Így ránézve azt hinni az ember, hogy a szúnyogzöngést is meghallja, akkor a füle akkor a fülei vannak, pedig a fenéket hallja meg. Jaj, nem jaj, akarom jaj. rossz hírét költeni a bakteromnak, mert az ő bölcsességeit ennek a könyvnek 13 kiadása is bizonyította, így aztán nem volt nehéz kitalálni, hogy Gugás Palcsi tette tönkre a csizmáját tette tönkre a csizmáját alud, aludt eljel, rám nem gyalogodhatott, mert reggel óta tájára sem jártam a háznak. És akkor az utolsó Ja, hm. nincs is utolsó. Hm. Itt hm. egy kicsit inkább hm. azt akartam még, még így mondani a narráció szempontjából, hogy ami kapcsolódjak egy másik könyvünkhöz, hogy a Békés Pálak a Csikágójában szerintem arról beszéltünk, hogy hogy a szereplők, a, 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 a narrátor a szereplőket beszélteti, és egy kicsit átadja a szereplőknek így a narrációs hm. szituációkat. Itt meg inkább az van, hogy nagyon sokszor a koncbácsi az mondjuk megkéri az Ábelt, hogy na, azt mesélt már el nekem, hogy hogy volt a cipésszel, hogy volt az eset é, igen. az a csú úgy igen, a igen, 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 És igen. ezek... Szituációba kell hozni bregős bendegúzt, hogy mesélhessen végre, mert ez az egyetlen szkéje van. mert viccesen tud beszélni. Ugye? Ö, és akkor, igen, és akkor igen, igen. tulajdonképpen az egész, egész regény az arról szól, hogy hogyan tudunk olyan szituációkat teremteni, amikor a regős bendegúz végre beszélhet, visszaszólhat, beszólhat valakinek, elmesélhet valamit, az ő sajátos, nem túl kidolgozott, de mégiscsak jól működő De azért nyelv, sajátságos végül... nyelvezeté van. Hát sajátságos, de azt akarom mondani, hogy nem túl na mindegy, szóval hogy picit kiszámítható nyelvén, na, akkor így fogalmazok. Ö, ö, és ez az egész, egész regény az erről szól, hogy hozzunk létre olyan szituációkat, hogy tud, a, hogy tuda a, szerző olyan szituációkat létrehozni, amikor ez a regős bendegúz többé-kevésbé hitelesen beszél, és amikor, amikor e, nem tudjuk ezt a szituációt megcsinálni, akkor azt mondja, azt mondja ő, mint egyes szem személyű narrátor, akkor most ezt elmesélem nektek. Ö, ennyi. Nem? Igen. Igen. igen, De... igen. Jó, oké, okay, okay. én ezt értem, ez működik, tehát hogy nincs ez a semmi gond, ah, ah. csak majd mondom, hogy igen, sajnos, amikor így rájössz erre, hogy ez van, akkor, akkor, akkor már nem jó. Vagy akkor már fáraszt engem. Valakit meg nyilván nem. É, nekem ez inkább ilyen érdekesség volt, hogy. Ja, amúgy érdekes, erre figyel, csak túl automatikus, így... nem? Tehát, hogy az, az mindig az van, hogy ő megtalálja az első jó megoldást, és akkor az, az ki is tart mellette. Tehát járt utat a, a járatlani reán hajd, és akkor rájött arra, hogy ez vicces, akkor ez biztos vicces lesz az összes. Rájött arra, hogy ez működik ez a narratív szituáció, akkor akkor ennyi. Tehát nem vállalom nem, nem, nem úgy többet. Nyilván nem is ez a célja, amúgy én olvastam vele interjút, és akkor ő azt mondja, hogy az egyetlen célom volt, hogy mindenki nevessem. És aztán az nem az az teljesen te, korrekt, te, hát, hogy ez te, nem semmi igen. baj. Mert szerintem azért hogy a podcast alapján így azért azt elmondhatjuk, úgy, hogy néztük a különböző évtizedekből visszamenőleg a szövegeket, azért látszik azt, hogy itt azért van egy nagyon erős, van egy nagyon erős fejlődés, hogy azért bizonyos szituációkat sokkal ügyesebben tudnak megoldani a szerzők, és hogy szóval ne legyünk túlzottan számon kérjük igazságtalanok. Persze, nem szép műnek van ah. számba, tehát hogy sen senki nem is olvasta aként, és senki nem is várja ezt el tőle. De, de minden esetre ez érdekes, hogy így milyen az, amikor így ezekkel az igényekkel nekifutunk egy szövegnek, és akkor azt is szembesülnünk kell azzal, hogy Igen, ezek a hát ezek nem mindig Na működnek. jó, de, de nyilván, hogy a, a a korabeli olvasó az tényleg szorkozni akart, a, 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 nem tudom, hogy van-e mostani olvasója ezeknek a könyveknek, ők is szorkozni akarnak, gondolom. Uh, tehát, minden, nem, minden, minden. Nem minden, azt várják, fél. mint ah. az Ábeltől. Uh, igen, igen. Kanyarodjunk át egy kicsit a szerkezetre, mert azt te is említetted, hogy azért az, az egy kicsit érdekesebb. Katasztrofális. A dolog. Na jó, akkor annyit azért így felvezetőként elmondanék, hogy aki már régen olvasta, és így hirtelen nincs előtte, akkor ez egy kicsit úgy kell elképzelni, ez egy 15 fejezetből álló állat a szöveg. Általában mindig van egy kis felvezetés a fejezetek elején, kicsit ugrálunk is az időben. De az a lényeg, hogy a végén már annyira káosz van, hogy most eleve, ahogy a podcast adásra többször elolvastam a szöveget, már így néha, mert bele olvastam, de most így megmondom őszintén, hogyha így, így, így nekem a kérdést, hogy az utolsó három fejezetet így foglaljam össze, valami esküvő van, és hogy ott a patás el akarja venni a a, 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 a Marcsát, vagy a Júlcsát, vagy a, már nem a is, Péci a Rosit, Rosit, bocsit, a Rosit. Pécsi Ja, jó, oké, okay. és akkor, hogy abból micsoda. Pécsi Ildikó és, és Gödöllő, én a... csak mondom. Jó, ja, oké, okay, akkor, na akkor a Gödöllői irodalomtörténész, <laughs> Mészáros Mártót kérdezem ezzel ne, kapcsolatosan, tudom. hogy... Tehát ez Gerard Zsenettet is kérdezhetnéd Párizsból, szerintem ő se tudne megmondani, tehát hogy ott az, a teljes összeomlás van szerintem, tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen követhetetlen, vonulnak föl-le, esküvő van, közben ez a rozi, ez megcsalja a leendő vőlegényét a szabóbakterral, vagy nem, vagy az egészet ki nem tudott hámozni, berúgnak valami kocsmába, átmennek egy másik kocsmába, Igen. onnan is kikergetik őket. Akkor a, elmennek az a azok is kidobják. Azok is kidobják, akkor most sikerül ez az esküvő, vagy nem, vagy az egész egy akkora, akkora katyvaszott, nem?

készült volna, de hát nem lehet egyszerűen követni, hogy a, ugye a, 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 nagy érzem csúcspont az esküvő, és akkor mindenkiről kiderül a leges legrosszabb, és mindenki lelepleződik, mint, mint idióta, meg barom, meg részeges, meg nem tudom mi, de hogy, a, hogy az egész, egész történetet nem tud követni, hogy mi. Az, a, annál már jobb a filmes megoldás, amikor simán úgy rájuk döntik a bakterházat, aztán jó. Igen, igen, igen. Ö, igen. Amúgy azt képzeld el, hogy igaziból lebontották, Föl. Tehát ez egy valódi bakterház volt. És azt tényleg gödörön vették fel? Azt nem gödölön vették föl, képzeld el, de azt a, azt a Kunszem Miklós TAS Dunapataj vasútvonalon vették föl. Nem Elfejtettem a nevét a helynek, de az nekem amúgy is, tehát hogy az a Dunapataj, ah, ez ah, meg a másik. Ah, másik. A, ami, akkor az a földid. ez a Földit? Ez mindenhogy a Földim ez a, ez a és ott, ott volt egy ilyen elhagyott bakterház tényleg, és azt azt, 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 azt nagy dózerokkal le, le, ledöntötték, tényleg. Ah, igazából mert, ezt az ah, eredeti bakterházat a film ah, kedvéért, de az legalább, egy, az legalább egy jól vizualizálható dolog. Amúgy itt is ez történt, ez az összeomlás, csak sajnos igen, itt a regény igen. szerkezete omlott ah, össze, ah, 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 nem ah. pedig a bakterház. Uh. Nem nagyon szoktunk ilyet csinálni, de most így eszembe jutott, és így kíváncsiak, hogy erről mit gondolsz, hogy uh, itt most egy kicsit uh, úgy gondoljuk, hogy ez nagyon sutácska ez a szerkezet, hogy szerinted ezt hogyan lehetett volna kipallírozni, hogyan lehetett volna ezt megerősíteni, úgyhogy ez, ez, a, ez a szövegfolyam, ez, uh, ez mondjuk így most is izgalmas legyen, mondjuk így most újraolvas, hogy, hogy te, te, te milyen megközelítéseket uh, uh, tennél most egy kicsit nem ilyen tudom, hogy őszinte legyen, nekem a, nekem a fő bajom az nem is csak ez a, ez a vége, összeomlás volt, hanem a, az, hogy ezek nem kapcsolódnak nagyon egymáshoz, ezek, a, ezek, a, Igen, ezek a, a fejezetek. Tehát, hogy hogy senki nem tanul, senki nem fejlődik, a, Igen, és semmilyen Igen. jelentősége, semminek nincsen. Az első, első fejezetnek van jelentősége, hogy ezt a gyereket az anyja eladja tulajdonképpen. Igen, mert nyilván, Igen, mert, Igen. nyilván, mert olyan nyomorban Él. Ö, és és innentől kezdve bármelyik fejezetet fölcseréled bármelyikre akkor nem történik semmi tehát hogy, a, hogy az a baj, hogy itt ezek nem épülnek egymásra és hogy hogy hogy, hogy mm, nem is tudom, hogy mi a pikaresz regénynek van ugye ez a... Ez a igen, igen, Csak úgy ilyen események vannak egymás után, és akkor és akkor bármelyiket bármelyik után teheted, és és igazából, és akkor még egyszer azt mondom, hogy hogy, hogy senki nem tanul, és senki nem fejlődik ebben a regényben. Mindenki, mindenkiről kettő perc alatt megtudjuk, hogy milyen, és, és ő olyan, és, és bármi történik, ő olyan. Nem? Tehát a bende gúz az igen, ilyen Igen, nagy szájú, ő rajta aztán semmi nem fog változtatni. A, a bakter az, az egy picit ilyen bugyuta, de jó szándékú figura, és, és szeret inni, és akkor, a, és akkor a, a parasztok meg ostobák, és a rozi az meg, az meg hát egy, hogy mondjam, túlságosan bővérű nő, és, és, és a banya, banya meg gonosz. És a Koncbácsi meg a... ilyen, nem tudjuk, a Koncbácsi még talán a legizgalmasabb figura szerintem, mert, mert, ő, mert, ő, 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 ugye úgy tűnik, mintha ő a bendegúznak a barátja lenne, de csak hülyeségeket mond neki. Tehát, hogy igazából nem lehet. a legdurvábban kihasználja. A legdurvábban kihasználja, és mindig itatja először is alkohol, nagyon nem helyes gyerekeket itatni, és szerintem Igen, már akkor Igen. sem volt helyes. Igen. Ö, ö, és, és, és ennyi. Tehát, hogy én szerintem ebből nem nagyon lehetett semmit kihozni a végére. Tehát, hogy ez, ez menthetetlen, mert, mert, mert ez nem egy regény, hanem, hanem apró kis történetek így egymás mellé dobálva. Én azt gondolom, hogy maximálisan. Na, neked miatt miatt Én is valami ebbe az irányba indulnék el, hogy sokkal inkább a fejezeteket úgy egymásra építeni, hogy azért valahogy, a, mert azért vannak azért csirák, tehát amikor eladják az egyik tehenet, akkor azért okokozat, tehát ott lesz egy picit megváltozik a dolog. Na, de ez egy kitart kicsit... két fejezetre? Jó, én ezt, én ezt pontosan, Az, egy, az tudom, egy hosszú, fejezet igen, igazából igen. csak kettő. Uh, szedve a lapkiadás miatt. Igen, de hogy így a, talán azzal lehetne, amit te is, te is mondtál, hogy így a fejezetek sokkal inkább reflektáljanak egymásra. Némi, a, némi nemű, ö, 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 talán valami fejlődést mutatni, hogy így a... a mert ugye ez a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a bendegúz állandóan reflektál a saját helyzetére, a saját sorsára. Ö, a, ebben azért lehetett volna egy pici, pici kraft, hogy egy kicsit... Ö, egy, picit másképpen lássa meg a, meg a helyzetét. De, de, de valahogy ebben az irányba lehetett volna talán talán igazítani, de ez inkább csak egy ilyen teoretikus, és uh, az olvasó az néha egy kicsit így uh, mindenféle <ja>, dolgra, <ja>. de dolgokra, dolgokkal uh, uh, foglalkozni. Uh, picit abban az irányba vinném el most a dolgot, hogy uh, azért ez a szövegen, amit már te is mondtál, hogy ezért programszerűen van egy ilyen nagy akarás, hogy itt uh, valamilyen társadalmi görbetükröt mutasson, va valahogy így reflektáljon a hát a társadalmi igazságtalanságokra, és hogy ezt azért ez helye közel azért ezt megteszi, most így a követ, végkövetkeztetéseinkkel most azért szerintem ez a felesleges foglalkozni, mert nyilvánvalóan túlzottan didaktikus lett az alulnézetből, mutatja így a világot, nem ennyire egyszerű a helyzet, de legalább megvan a szándék, és hogy, hogy szerintem akkor azt nézzük végig, hogy akkor, hogy akkor milyen, irányból, milyen irányból is mik, miket emel ki, miket gondol fontosnak. Nem. Nekem őszintén szóval ez volt most a legfurcsább. Ö, tehát, hogy én ezt, a, és ez a, ez a direkt ideológiai dolog, ez ugye, ez ezt én ugye nem vettem észre, amikor valamikor picit gyerekként láttam, meg aha, szerintem aha, nem is aha. szoktak erre nagyon reflektálni, hogy azért ez megvan. Tehát, hogy hogy, 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 hogy itt ugye van egy nagy társ, tehát, hogy először is ugye ez a gyerek egy áldozat, nyilvánvalóan a, a igen, szociális igen, rendszernek az igen, áldozata, igen, vagy igen. Az a szociális rendszer hiányának az áldozata, na, na de azért hogyha megnézed, hogy hogyan ábrázolja ugyanezt a világot, vagy egy nagyon hasonló világot a puszták népe, a, akkor, azért, akkor azért ég is föld a dolog. Tehát itt, itt olyan szinten fekete-fehér ez az egész. Igen, tehát ugye van a, van a, bakter, ami ugye egy nagyon fontos dolog, a, a ő ugye egy állami hivatalnok, ugye erre mondták azt, hogy nyugdíjas állás. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez, egy, nagy ez társadalmi, egy fix, ez egy fix, ez egy fix. fizetést kapsz, nagy társadalmi rangja volt, mert utána ugye nem kell öregkorodba dolgozni. Gondolj hogy bele, egy paraszt az nem ment nyugdíjba a TS rendszer előtt, mert hogyha a paraszt nyugdíjba mentek Halt, vagy esetleg a családja eltartotta, de hogy, hogy hogy onnantól ő neki bevétele nem volt, hogyha nem dolgozott. A nem, nem volt egy nyugdíjas élet. Az nem biztos. volt egy nyugdíjas, Na, és Aha. akkor el, ugye ez volt a bakter, ugye, aki a, aki úgymond annak a társadalmi rendszernek valamiféle kedvezményezetje, mondjuk ki. A, a csendőr, aki nyilván, én semmi jó nem akarok semmi jót mondani a csendőrökről, de hogy nyilván nem arról volt szó, egy vidéki csendőr, oké, okay, értem, hogy amit, ami, amit a csendőrség, amiben a csendőrség részt vett a holokuszt idején, ez egy teljesen más történet. De hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy, a, azért a, egy vidéki, na, most történetesen az én dédapám az csendőr volt. Tehát, hogy nem gondolnám, hogy ő aztán rendőr lett, mert mindegy hagyjuk, de hogy azért nem gondolnám, hogy ők mentek a kakasztolla, és ugye ez a kádári propagandának volt azért egy ilyen nagyon eleme, hogy a csendőr, az, aki az elnyomásnak a fő eszköze, és ráadásul, ugye itt olyan szinten idióta, hogy azt se tudja, hogy a gombócot meg kéne enni, nem pedig dolgozik. De most egy a tenkes kapitánya a labancok. Na ja, na ja, na ja, ez ugyanaz. Tök, ugyanaz. Totál ugyanaz. Tök fekete-fehér az egész. A paraszt, akinek, aki, csak az érdekel, hogy, a, hogy az ő, ő, gabonáját, azt, vagy az ő földjét, azt lenelegeljék a tehenek, mert ő neki csak a tulajdon a fontos, meg csak az, Ugyan, igen, a, izé. Ugyan, a, 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 bakternak az anyósa, aki, 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 akinek csak az a mániája, hogy, hogy minél kevesebbet adjon a szegény kiszolgáltatás. Ez a boszorkány, tudod? Boszorkány, a boszorkány, aki én én a, épp épp a eszi, banya, igen. aki, aki, igen. aki nem a gonosz, ad senki, a gonosz. A gonosz. Aki, aki, aki a kisgyerekkel megcsinálja, hogy nem ad neki elég ételt, akinek emiatt lopni kell. Tehát, hogy, a, hogy, a, hogy ez a fajta ilyen ideológiai maszlag az egészen, azért Igen, az most nagyon-nagyon feltűnő, nem? Igen, Tehát, hogy, Igen, hogy, hogy Igen. Ma, mai, mai észre. És azért nem véletlen az, hogy a népszavában jelent meg, ugye? Tehát, hogy ennek a. A, tehát, hogy, hogy mondjam, a korolvasói azt, ezt eként olvasták. Tehát a, 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 a ugye ez egy ilyen, egy ilyen horti rendszer kritikaként volt igen, olvasható, igen, vagy egy horti rendszer paródiájaként Én volt. Inkább kritika, inkább kritika. Hát kritika és paródia ja, egyszerre, nem? Igen, hogy megmutatni ennek a rendszer, De hogy igazából igazából nem tudsz elérzékenyülni, még akkor is, hogyha amikor úgy kezdi ugye a bendegúsz, hogy a anyám elárul és eladott ennek a patásnak. És aztán túl is vagyunk. Kész. Tehát ez ennyi. Tehát, hogy ő nem törik össze, hanem ő, ő az, aki, aki dacol az elemekkel, és nem tudom micsoda, nem érzed ennek a tragédiáját. Basszus, egy gyereket, egy kisgyereket odaadnak egy vadidegennek. Igen, igen, És ennek semmilyen, semmilyen tehát, hogy valahogy, valahogy vállal egy ilyen ideológiai küldetést vagy cél, de aztán szerintem ezt abszolút nem tudja beteljesíteni. Tehát, hogy, hogy ebben is kudarcot van, vagy ebből is csak ilyen ilyen izé lesz, bőr lesz jelenet, vagy kabaré jelenet lesz belőle. Igen, és az, igen, és igen. nekem nem, nem, nem működött, na őszintén szólva, vagy nem, nem, éreztem van. Igen, nem, ez, tudokosan. nem, nem, nem érzett hitelesnek. Nem érzett hitelesnek, uh, igen. Aminek viszont nagyon neki megy, és az, az tényleg a humor forrása lesz, ez a ez a hiedelmek, és ezek a, ez akkor mindenféle hihetet, és akkor szerintem, azt hogy e e akkor ez a babonamadzag akkor a piócás ember, úgyhogy... piócás ember, Igen, előbb hisz a piócás ember, mint az orvosnak. hát ez Na még mondjuk... ilyet, ilyet látni lehet az ma is. Na figyelj, ezt a piócás részt, ezt felolvasom, mert ez nekem nagyon-nagyon bejött. először is így vezeti fel ez a narrátori szólam, hogy úgy érzem, mindenképpen el kell beszélnem a gazdám csodálatos gyógyulását, ha másért nem, hát azért, hogy lássa a világ, mennyire nem vagyunk maradi emberek, meg hogy mennyire kifejlődött mi felénk a tudomány. De hogy egyik szava a másikban elöltsem, be kell tartanom a sorrendet is a mellékes dolgok miatt. Szóval ez itt azért ez a, ez amiről már beszéltünk, ez a kicsit e, így igen, megmutatja, hogy azért el, most el, elbeszél. Na, azt meg mondja, a, hogy... Meg a, elmondom most. Elmesélem na. nektek, hogy tudjátok. De én ezt szerettem. Nekem ez, én jo, ezt szerettem. Jo, jo, jo. Na, délután már olyan rosszul volt a bakter, hogy én a legszívesebben meggyújtattam volna. Mondom neki, hallja ki, elhívjam a papot? Azt mondja erre, nem segít itt már csak a piócás ember. Most pedig bendegúz, szedd össze magad, szaladja, hogy csak tudsz, azt keresd meg a határba a pióca szedőt, mert rögtön rögbest elpusztulok. Mit tettem volna mást? Elindultam megkeresni a piócást. Eleinte igen neki ruhaszkodtam az útnak, mert úgy gondoltam, hogy a bakter élete én rám van bízva. Arra vitt az utam a halmi szőlők mellett, a cseresznyefák kirátszottak az útra. Mondom magamban, egy perccel később vagy korábban az már tökéletesen mindegy. Bementem a szőlőbe, és már fönt is ültem egy cseresznyefa tetején. Egy kicsit igazán várakozhatik a bakter, gondoltam, ezután majd annál jobban sietek. Hamarjában nem tudnám megmondani, hogy meddig időztem a szőlőben, de amire kijöttem, úgy megtelt a hasam, hogy bizony nehezemre esett volna össze-vissza a határban. És akkor ez, ez így megy még, akkor azt, mindent csinált, és akkor El. Uh, azt mondja, elalszik, és akkor azt mondja, arra ébredtem föl, hogy a kabóca kakas belekukorékolt a fülembe. Felültem a fül <laughs> falat, és először is lelkiismeretesen körülnéztem, mert megtörténhetett volna, hogy a vénasszony időközben keresésemre indult, és itt <laughs> talán a fekve a falat könnyen életveszede kerülhetnék. De hiába néztem előre, hátra, nem láttam sehol egy lelket sem. Elindultam hát hazafelé, amint bandukoltam ki velem szembe? A piócás ember. és, akkor, a, a, és akkor elmegy a piócás ember, aki lényegében lenyúlja a baktert, és mindenféle dolgokat elkért tőle, és ki, ki kiugráltatja az ágyból, és mindenféle ilyen dolgokat csinál. Vöröshagymát dug a hón alá, és akkor azt mondja a piócás, hogy Érzéként, hogy, hogy, hogy javul. javul. még kicsit a jobban lenni. Egy kicsit, mint a jobban volnék, mondta a bakter. Hát csak igyekezzék-e, ha jót akar, különben kénytelen leszek leereszteni kédet vasmacskának útba. Na, ez e engem... például a Sofi, ez, a Sofie, barátom, ezt, ezt így fejből nyomja ezt az egész aha, jelnetet, aha. és én is csak onnan tudom, hogy ő mindig szoktább leget. Ezt, hogy érzéként, -e. hogy jó. Kicsit hogy jobban Na, és hát. akkor ez egy picit teljesen arra emlékeztető, hogy a Budapest tévében annak idején volt egy ilyen Persze. tévégyógyító, aki így, így mondta, gyurcsok. Hogy így, a gyurcsók, és akkor azt mondta, hogy így, na, jobb már egy kicsit, hát, mondja a és akkor erre azt mondja, hogy, hogy hát, hogyha, hogyha nem akar meggyógyulni, nem tudok segíteni, kicsit jobban koncentráljon. Tök, tök ez a szituáció. Igen, 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 igen. Ezt Na szerintem... Jó, de ebbe is, ebbe is ugye ez az ideológiai izé van. Ugye a baloldalnak ez az off izéje, ami nyilván, hogy egy társadalom meg egy tök fontos de hogy, igen. A, hogy a tudomány, és hogy ezek ott a falut, ezek a, elmaradottak itt a hortikorszakban, ezek még azt se tudják, hogy az orvost kéne hívni, nem a papot, meg nem a izét a piócás embert. Tehát még, csak igaz, nem is a papot hívja, ugye? Ami ugye azt jelenteni, hogy meghal, indult, vagy, vagy adoklik. Na hát, igen. Tehát, hogy hogy, 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 azért ez fárasztó, mai észre olvasva. De, de mondjuk ezt én például nagyon-nagyon szeretem. Vicces, a résztet, ez, nagyon ez, 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 ez tud vicces, vicces. vicces, igen, lenne. ez tud vicces lenni. De egy idő után már nem. És ez pont ugyanez a csúfolódás a másik, ami, ami engem így iszonyatosan irritált. Tehát, hogy az a az a szintűen, hogyha te egy picit is eltérsz a mástól, legyél vékony, legyél öreg, legyél csúnya, vagy valami, az ilyen brutálisan, brutálisan vég van nyomva. nagy a füle. Igen. Mondta, ez mégis süket. Nagy, nagy a füle. Nagy a füle. Nézd már, nagy a füle. Pedig sükör. Izé, a, a, banya az vékony, mint a deszka, akkor a, a rozi az csöcsös faros, akkor az meg már nagy a hasa. Tehát, hogy mindig van valakivel valami, igen, ami, igen, ami igen. Kiesik, így a, a kiesik így a dologból. Ez érdekes. Ja, 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 ja. Na jó. van még a, a, még a humort, mert hogy, tehát most azért rájöttünk, az egy diétás humor. Az egy diétás. Mi minimál humor. Minimum de ott, humor. Uh, amikor, például, humor. Igen, de amikor például van a bugajóska, a patkányírtó, az, az egy nagyon vicces figura, és ez egy kicsit neked nem volt olyan érzésed, hogy, a, hogy egy újabb podcast adásunkat és egy művet behozzak, mint a Petőfinél a kalapácsa hogy... Uh, hogy ezek a figurák nagyon sokszor egy kicsit azok a, 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 az, az a megközelítés. És hogy abban látszott, hogy a Petőfűhő mennyivel több kraft van, amikor hát igen. ezeket kifigurázza. I -i, hát igen, mert ezek karikatúrák. Tehát hogy nem is vonódi nem is figurák, Aha. hanem karikatúrák. El van túlozva, és nézd meg, mindenkinek minden tulajdonsága el van túlozva. Nem? Tehát, hogy a, a csendőr az nem csak hülye, hanem nagyon hülye, ha. a mozia az igen. Nem, csak, nem csak ilyen, izé, hanem nagyon bővérű, és minden kétszeresére meg van növelve tehát, hogy, és ez, ez főleg a humorforrás benne, nem? Abszolút. A piócás ember az nem csak, nem csak hát, sarlatán, és nyilván egy fillért nem érdemes neki adni, mert semmire nem jó, amit csinál, de egyenesen kirabolja. Ugye a Igen, filmben, Igen, filmben Igen. ott aztán még az öltöny, meg mindent, ott még minden, ott, minden, a bendeg úr segított egy talicskával tolja el, gyakorlatilag Igen. a fél vagyonát a, a üzének, úgyhogy nyilván semmit, semmit, nem ért az, az, amit csinált. Hát igen, igen, tehát, hogy, hogy persze, vicces, vicces, csak annyira mégsem. Igen, szóval ez tipikusan az egy olyan könyv, és ezáltal a film is, hogy jó rá gondolni, kellemes emlék, csak amikor így megkaparkatod, akkor így, így kiderül, hogy ez, igen, igen, ez mégsem még az igazi. Illetve ami van, az meg idegesítő. Igen. Figyelj, Marca, van neked még valami a... a, a... Én azt gondolom, hogy mindent elmondtunk. Hát én persze, mint mindig most is úgy érzem, hogy szinte semmiről nem beszéltünk, de ez már csak, ez már csak így szokott lenni, majd a vágás az talán csodákat, csodákat fog tenni, úgyhogy azért egy, egy olvasást megér mindenféle. Meg, 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 és aki meg ne, ne, tehát nem, szabad túl magasra tenni a lécet, és akkor egy ilyen tök nyári olvasmány, és, és, és a maga módján szórakoztató is. Na hát akkor Marca, következő rovatunk, polcomon találtam, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoztál, mert tényleg kíváncsi vagyok. Mindig kíváncsi vagyok, most is. Tehát egy olyan szöveg jutott ez a szembe, de, de én nem készültem a múlt, csak a most, ahogy beszélgettünk, ami pont erre a dologra épít, hogy elmesélem nektek erre a, erre a szituációra, vagy elmondom neked, vagy, vagy nem tudom. Nem fogom felolvasni az egészet, de egy rövid részt hadd olvassak fel. Ez Garaci Lászlónak a Transit Mundi című című kis novellája, amit én tanítok amúgy az egyetemen is. Első éveseket szoktam vele sokkolni, és ez a Nincs Alvás című kötetben jelent meg, és elég nagy kritikai visszhangot is keltett, és ez tulajdonképpen arról szól az egész, hogy hogy ez egy ilyen performatív aktus, amiben... Aha, aha, amiben... Igen, Na, felolvasom, és akkor picit magyarázom, jó, jó? jó? Vagy olvasom az elejét. Elmesélem, Transit Mundi, elmesélem nektek, hogy tudjátok. Egy, hogyan lettek a kajova indiánakból neofita drúzok. Kettő, a hírhedett dompirulóból sértődött pacifista. Három, a rezervátum három kobold makiából három bokorszagos műge. Rázendített a zenekar, és a kontyos fehér nép, ez ortája a ritka tünemény, bugyitlan robta a a kánkánt. A a fészer mögött skalpokat csereberéltek. Jól ment idén a skalp, a csapos fizetőeszközként favorizálta. Gyűlölte a kajovákat, mosakvásra idomítani őket lehetetlen, azon kívül kurvára faragatlanok bazd meg. És biztos forrásból tudta, hogy egy világ uralomra törő, nemzetközi összeesküvés részesei, szabadkeresztes rózsakőművesek. A kajovák csak néztek, mint a moziban, mikor se szó, se beszéd, sorra megskalpolták őket, valami ősi játokra gyanakodtak, és Kár Májra, akinek a könyveiben a hírek szerint minden kajova kétszínű, barbár, részeges, pipogya, és olyan eszelősen falánk, hogy megbontja a rezervátum érzékeny ökológiai egyensúlyát, és a megkerült növény és állatfajok egymásba alakulnak, például a koboldmakiból szagos mögelet. Na, akkor ezzel meg vagyunk. Na, ez, a, ez az első rész, és még a másik háromról is mond valamit, hogy hogy ugye most itt megtudtuk, hogy hogyan lettek a, a volt makiából, hogy lett három bokorszagos műgen, mert a, a, a Kármánynak a könyveiben a kajovák azok olyan, olyan Pipodják és eszelősen falánk, akkor megbontják a rezervátum érzékeny ökológiai egyensúlyát, és ezért átalakulnak egymásba. És akkor, akit érnek el, az megtudhatja esetleg, hogy hogyan lettek a kajova indiánakból neofita drúzok, és esetleg azt is megtudhatja, hogy a hírhedett dompirulóból, hogy lecsértődött, pacifista. Ö, és a, ez, és a, ez ez erről szól a story, igen, és, akkor, és akkor így, így úgy marad, így, így marad, és még az utolsó fejezetet el, felolvasom, hogy a magára marad dompiruló pedig megöregedvén, megroskadvá lassan kisorvat a térből, és ezzel párhuzamosan egy lelki kiüresedés folyamatában végképpen hanyagolt a radikális ifjúkori eszmét, és a társtalanság és az önvád, melyek egymás kerítői növénységére sértődött pacifistává aszalták, és mi éppen ezt akartuk elmesélni. Tehát, hogy Aha, ez egy olyan történet, aminek a, egyetlen a, a. értelme van, hogy ő el akarja mesélni, a, hogy elmeséljem nektek, hogy tudjátok. Hogy azért mesélem el, hogy tudjátok, és a végére, hát vagy meg tudod, vagy nem, de hogy minden esetre a, a narrátor az elégedett, mert ő úgy gondolja, hogy végül is sikerült ez a projekt, és és most már akkor tudjuk, hogy ezek hogy történtek. Ah, és ah, na, az, csak hogy ilyen, ez ugye. Ugye itt valahogy ez, a garacci pont ezt a, ezt a dolgot figurázza ki, vagy kb. Na, ezt, élve Ez élve tök élve jó. Élve. Na, hát tök te jósz. jó. Na, én egy verset hoztam. No, és egy olyan verset, ami, hát, néha az a verset is mondjuk, tehát vers mindenkinek rovat. most már Bár lehet. nincsen nincsenki, így. nem ér ki a szóval tulajdonképpen papírpazarolás, hogyha jól gondolom, a te fejedben. Hát nem, csak tudom, már a végén már várják a hallgatók, hogy vége legyen az adásnak, és akkor nem akarok ilyen hosszú szöveget, és akkor úgy lehet, hogy ezzel elspórolni az idővel egy Na kicsit. jó. Na figyelj, egy olyan verset hoztam, amit te biztosan, hogy ismersz, de abban nem vagyok biztos, hogy meg tudod a nevezni, de szerepel benne a bakterház szó. És a bakter is. Na várjál, most mond. Bakter előtte ás ized. ez gondolom radnóti. Így igaz, így igaz. Nem tudhatom. Nem tudhatom. Nem Na, én ezt hoztam. Na, nem beszéltünk össze. Én egy kicsit olvasok belőle, jó? Legalább, amíg a bakteres részig eljutunk. Radmóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak a -e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország. Messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatősből gyönge ága, s remélem, testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok, és ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, Nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. És tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalokról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki száll fölébe, annak térképet táj, és nem tudja, hol lakott itt vörös Marti Mihály. Annak mit rejte térkép? Gyárat, s vadlaktanyát? De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szerít tanyát, az gyárat lát a látsőn és szántóföldeket, még én a dolgozót is, ki dolgáját remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt is sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, és mint föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, és a bakter előtte áll s üzen. Piros kezében körülötte sok gyerek, és a gyárak udvarában hemperek, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya, és az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre éptem én. Íme itt a kő, de föntőleg kő se látható. Nincs műszer, melyen mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, és tudjuk, miben védkeztünk, mikor, hol és mikép, délnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsopók, akikben megnő az értelem. Világ itt bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt, nem ír házakra bújból a béke újja S folytott szavunkra majdnem friss szóval ők felelnek, nagy szányadat Boris Zsánk vírasztói felleg. Na, csak elolvastam. És 1944. Hib hiba is lett volna félbehagyni. És 44-es. Tehát, hogy itt közben meg az van, hogy ugyanaz a szöveg. Tehát ugyanaz a szöveg. Tehát, amúgy a, 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 tehát ez a bakterház, ugye itt, itt ugye ebbe a versben is úgy van leírva, mint katonai célpont, ugye a bakterház. És aha. A, amúgy a, azt nem tudom, hogy tudod-e a szónak az etimológiáját, ugye ez a wachterhaus volt, tehát figyelőház, azt jelenti wachterhaus, és a, az ilyen katonai térképeken egyenként föl van tüntetve az összes a Tehát, hogy az hát egy ilyen stratégiai volt, hogy hol vannak a vachtelhauszok, vagyis az ő, őrházak, vagy figyelőházak. Na, hát igen. ezt, ez jó, hogy mondtad, ez, ez, ez így jó. Na, hogy azért, na, na szóval látszik az, hogy ugyanabban ugyanabba az év, tehát egy év eltérés van a kettő hát más a megközelítés. Más a megközelítés. Na, szuper! Más lesz a megközelítés most már a podcastokkal kapcsolatos. Én szerintem politikusok nem ígérnek annyit, mi, de hogy most már tényleg fogunk jönni, Viszont nem is kérünk érte semmit. Tehát, hogy az mondjuk egy nagy különbség. Hát most még nem kérünk, de majd egyszer... Ja, majd... Majd azért eljön az az idő, ám, nem? Nincsen csak úgy. Nincsen csak az úgy. Na, azt viszont... Na, én is vitatkozni szeretnék majd a Eszterházival kapcsolatban. Van egy jobbító javaslatom, de... Na jó, akkor először elmondom én, hogy mi lesz, és akkor te megmondod, hogy mi lesz volna. Akkor a felvetésünk az, hogy legyen Eszterházi Pétertől a Kiszabattól a Lédi Biztonságáért című kettős könyv, kettős szöveg, ez a D.Z. az Ágnes című szövegek, egy kis használt utasítás, hogyha valaki a nagykönyvből, tehát az 1980-ban megjelent bevezetés a Szépirodalomba című könyvben kezdeni el olvasni, akkor a Dézi esetében csak a prózai részt olvassa, mert ott van egy ilyen opera libretto, ami kicsit megkavarja először az olvasást. Oldalpárokat. A, a párokat, csak tessék a, tessék a, a, rendesen végig mondatokat végigolvasni a Dézi és az Ágnes. Úgyhogy én, nekem ez a javaslatom, Na, de... Az én, az én így elvitt, jobbító, jobbító javaslatom az a következő, hogy szerintem, hogyha ráküldjük az embereket a Dézire meg az Ágnesre, akkor akkor meg fognak bolondulni, és hogy szerintem sokkal jobb bevezető olvasmány, vagy én, amikor középiskolában tanítottam ezt terházit, akkor én az egynőt tanítottam. És tudom, hogy, tudom, hogy nem összemérhető a, a prozapoétikai teljesítmény a két dolognak. De bevezető olvasmánynak én, én azt gondolom, hogy az egynő az az, az amit jó no, tehát bárki bármikor el tud olvasni, élvezni tudja, és így és egy csomó olyasmit meg tudunk benne mutatni, ami a Eszterházi ö, ö, próza jellemzi. Tehát, hogy én első olvasásra ö, nem biztos, hogy az Ágnes-t javasolnám, hanem az egynőt. És tudom, hogy nem, nem azért, mert jobbnak tartom, de az is egy csomó olyan érdekes szempontot fölvett szerintem, ami, ami, amiről érdekesen tudunk beszélni, az erotika nyelvétől a, 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 a feminista kritikán keresztül nem tudom, nekem, én azt érzem, hogy elsőre sok. A, a, azoknak, akik nem olvasnak Eszterházit, és esetleg a mi, tehát hogy pedagógiai célra mondom, vagy, vagy egy, ilyen bevezető célra, tehát hogy, hogy nem a bevezetés a szép irodalom, mert igazából a bevezetés az Eszterházi olvasásban, ha no, ezt akarom mondani. Abszolút értem. Most nekem egy olyan ötletem támad hirtelen, hogy a Filmvilág podcastban szokták azt csinálni, hogy egy-egy rendezőnek végveszik az összes könyvét, és nem tudom, hogy ez nagyon nagy vállalása, de mi lenne akkor, hogyha az Eszterházit úgy kezdenénk, hogy akkor elindulnánk időrendben? Mert szóval embertem, a fancsikó... embertelen. Persze, persze, én, persze. én, én nekem embertelen, én, 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 én erre nem tudok felkészülni, ez teljesen biztos. Ja, akkor a fancsikót se akarnád elsőnek Eszterházitól? Hát a fancsikót ugyanezekért az okok, vagy ugyanezen okokból nem. Meg a termelését is ugyanezen okokból Jó, hát nem. A termelését az azt nyilván nem. Egybről. Hát én, én kettő kettő ő kettő olyan könyvet, vagy hármat tudnék, ha már a, ha már a tehát vagy a szívsegédigét, vagy, a, vagy, a, vagy, az egynőt, vagy pedig a javított kiadást. Az, 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 ami, az ami, józan észre nem, nem, szakember adja, nem, nem, tehát hogy azt, azt szerintem sokkal könnyebben olvashatom mindegyiket. Ezt mindegyiket aláírom, és el is ismerem. Ne becsüljük le a hallgatóinkat. Ne becsüljük le a, a... Olvasók vannak itt. Hát akkor meg a... tudják, hogy miről szól a termelési értelme. Ja. Hát, hát most akkor nem tőlünk fogják megtudni. Meggyőzhető vagyok az egynővel kapcsolatosan, mert ny nyilván teljesen oké, okay, de akkor legyen egy olyan kis csillag, hogy egynő után. Egynő valamikor... után lesz még. Az eszterházi lesz az első, amiből duplázunk, jó? Jó. Ja. És akkor az már egyből triplázás lesz, mert akkor egy, egyszerre két. <laughs> oké, okay, majd meglátjuk, hogy mik, mik, lesznek a reakciók az ja. egy nőhöz, és akkor, és, akkor, ja. és akkor utána, utána szaladjunk még. Amúgy meg, amúgy meg szerintem ja, is egy tök igazod, igazod, szabálya, a -a. hogy, hogy, hogy nincsen, nem lehet más. Nem, én, én, például az onrog gödrét is tök szívesen megbeszélném. Á, ha már, már a 72 Jó, oké, okay, figyelj. Jó, jó oké. Okay, de akkor, akkor legyen az az egy nő. Legyen az egy nő. Jó. Egy nő. Mikor olvastad legutóbb? Ja, te tanítod Igen. folyamatosan? Nem, már nem tanítom, de amíg tanítottam nem akkor e, ne, azért, mert én, 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 én is, nekem az első ilyen tényleg bevezetés az Eszteráziba, az tényleg igazán az egynő volt, és egyszer újraolvastam, és akkor nagyon nem szerettem. E, most van vele van ilyen... gondom nekem is. De akkor majd megbeszéljük. Jó. Jó, Jó nekem ez tetszik az egynő. Jó, csináljuk. Na, szuper, akkor következő adásunknak a témája Eszterházi Péter egynő című könyve. Szövege. Írása. Így van. Írása. Nagyon szépen köszönjük a kitartó figyelmet, a nagyon-nagyon sok visszajelzést, és uh tényleg aggódó kérdéseket, hogy hol a fenébe türelmet. vagyunk már, és a türelmet, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és akármire, lehet, hogy úgy tűnik, hogy mi nem, nem, nem akarjuk ezt csinálni, de nagyon szeretnénk, de most tényleg így nagyon sok minden összejött, és hogy a szándék megvan, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük a figyelmet, hamarosan jövünk, én Neszle Sándor voltam, én pedig Mészáros Márton.